Ez itt a Pályán kívül, ahol ezúttal is az ország egyik nagy kedvencével beszélgetünk arról, mi történik, amikor kizárólag a pályán tartja a szemét. De főleg arról, hogy mit tesz a pályán kívül. Műsorvezető Dobos Villa és Fetter Balázs. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Pályán kívül legújabb adásában, és a mai napon is itt van velem Fetter Balázs, én pedig Dobos Lilla vagyok. Ma kivételesen kicsit kitekintünk a sportvilágából, és egy olyan vendéget hívtunk, aki évtizedek óta meghatározó alakja a magyar televíziós és rádiós világnak, ő pedig nem más, mint Harsányi Levente, műsorvezető. Szia, Levi! Sziasztok! Szia, nagyon Levi. Köszönöm szépen a meghívást. Bár én azt gondolom, hogy pályán belül vagyok, de a cím miatt kicsit kívül. De majd bejövünk. Na, majd de a műsor végére kiderül, hogy a pályán kívülről fogunk beszélgetni. Ja, akkor így nem jó. Nem a munkásságot, csak a kérdés. Úgy konferáltalak fel, hogy műsorvezető, de láttam egy-két interjúdat, ahol magadat bemondónak apostrofáltad. Elmeséled, hogy ez honnan jön, vagy... Ja, persze. Mi a háttere ennek? Ugye, ahogy szoktam mondani, hogy egyrészt tisztelt az ősöknek, tehát a régi nagy elődöknek, televízió és rádió, másrészt pedig, hogy név nélkül, tehát ma már úgyis mindenki műsorvezető, és én a végzettségemet tekintve is az egyik, és kicsit úgy érzem, hogy kár volt az, hogy 5 évet végigizgulni az egyetemen, mert mostanoképpen, nem is talán Friderikus Sándor mondta egyszer, hogy mostanság úgy válsz, tanak műsorvezetőket, hogyha valaki elmegy egy tévészékház előtt, és éppen leteszi a csomagot, megpihen, elnézést, mit tetszik csinálni, hát pihenek, nincs kedve bejönni, vezetni a műsort. Hát végül is, és azért nem megbánta senkit, de hogy ez egy kicsit felgyorsult világ lett, és akkor ezért választottam a bemondót, meg hát én olyan nagyokkal találkoztam, volt szerencsém, áldom is ezért a Jóisten meg az életet, hogy összehozott például Antal Imrével. Én akkor kezdtem, fiatalabbak majd googlizzanak rá, hogy ki volt ő, ő pedig akkor végezte ezt a televíziós szakmát, ha szabad ezt mondanom, és egy zsűriben voltunk valahol, és Imre mondta nekem, hát áhítattal is, érted, nyitott szívvel, kerekarccal néztem, hogy lehet egy ilyen nagy mester ember előtt mellett ülni, és mondta, hogy menjünk, ígyunk valamit. Imre, hát és mint egy árnyék mentem utána, megálltunk, és ez fontos, hogy ez egy olyan táncverseny, ahol szülők, és az nyilván sok-sok gyerek volt jelen. És oda mentünk a büfébe, és azt mondja, adjon egy, bocsánat, lehet mondani egy reklámot? Bármi. Adjon egy keserű likört. Ahogy ez, ez durva volt. Igen, jó, és neked, én akkor fiatal voltam, azt mondom, 25 voltam, de ilyen 22-nek néztem ki, és elkértük a két keserű likört, és úgy édesen mentünk volna vissza az asztalhoz, majd tele gyerekkel az aula, és elénk áll a szervező, és azt mondja, művész úr, és Levente. Ekkor éreztem, hogy azért van a különbség, hogy nem jó, ne vigyék kézben, mert nincs jó üzenete. Gyerekek, alkohol, igaz, visszamentünk, aztán kérnék szépen, ja, bocsánat, két kólát is kérek. Majd unikum és kóla, és elindultunk befelé. A rendező tudta, hogy még egyszer ott kell lennie, megint elénk állt, így sem jó, művész úr, és Levente, mert mindig itt van a kézben, és hát jó, és akkor visszamentünk oda a pulthoz, és Imre beleöntötte a keserű likört a kólába. Isteni jó hangzik. És ilyenkor ugye egy fiatal mit lát az idősebb televíziós kollégától, hogy hát ha ő, akkor nyilván én is biztos jó lesz. És előttem meg is itt a gyorsan. Hát mondom, ha ő, akkor én is. És két korcsot ittam, gyerekek, ha létezik, rossz. Elegy. Ami első halás, azt tettem nem kaptam kedvet hozzá. És mindenki néz, hogy ez mi, és senki nem próbálta még. Külön-külön nagyon jó, de együtt, ez egy nem létező barátság és kohézió. És akkor mondtam így két korcs után, hogy Imre, ezt én nem baj, ha annyira nem. Tehát akkor nem lettünk barátok. Ne hülyeskedj, add ide. És egy is. És azonnal, és úgy bementünk. De egyébként tényleg fura, mert majd mindjárt rákérdeztek majd egyszer, rá. Csak hogy milyen volt a barátok között elindítani, rá. Hogy ott például ott nagyon fiatal voltam. Nagyon fiatal voltam, most láttam egy ilyen borzadvány részletet belőle, és nem a műsor miatt, hanem magam miatt, meg az alakítás miatt. És ott azt megnéztem, hogy én ott 2001, 70-es, vagy 2001, de 30-31 éves lettem, de ilyen 20-nak, ha kinézhettem, kb. Satszper. Na mindegy, szóval, hogy a kérdésed... Szerintem ez vele sokáig egyébként... így volt meg. Igen. És teljesen még most is, ugye, ezt nem mondjátok. De hát most egy hamvas barac kategóriába léptél. Nagyon köszönöm. Egy élet, de hogy 30-ast mondanám. Hogy ugye... Jó. A hamvast azért mondtam. Igen, tehát ezért bemondó, röviden válaszolva a kérdésre, ugye, 10 percben, mert tisztelt a régi kollégáknak, és hogy most tényleg
anélkül még egyszer ismétlem, hogy megbántanak bárkit. Tehát tulajdonképpen mindenki műsorvezető, és színész, és zenész, tehát ezt a világot éljük. Egyébként ez mondjuk tanult, képzett műsorvezetői szempontból bántó? Tehát, hogy gyakorlatilag... Nem. Abszolút nem bántó, mert azt gondolom, hogy virágozik, ezer virág, ezzel nincs bajom. Csak aztán való egyszer is mondtam, hogy akkor vagy a képzést kell megszüntetni, mert abban az 5 évben, amíg én odajártam, és gyomorgörcsel mentem úvézni, meg nem. Első 2 vizsgám az volt, hogy politológia és gazdaságföldre az akkora egyes, hogy nem tudsz elképzelni. És így állok így az aulában mi az ott a... Akikre büszkék vagyunk, Fali újság? Nem az, hanem az eredményeket. A Fali újság. És ott ki van. Igen. Akasz, hogy nézem, a politológia Harsány 1-es, a gazdaság föld, ez Harsány 1-es. És akkor így állok, 25-6 héttel, mert egészen későn kezdtem, 25, hogy biztos, hogy ezt nekem kell csinálni. És ennek ennél végigcsináltam, nyilván édesapám hatása, tanítás, hogy azért olyan nincs, hogy azért legyen már egy egyetem fiam. És végig is vittem, hál' az égnek, de ez rettentő sok idő, energia, bocsánat, tanulás sorolt, nem? És utána, amikor azt látod, hogy valaki csak úgy ül be, és szinte műsorvezető, és csinálja, próbálja, tök mindegy, ez megítélés kérdés, hogy azt, ami érte, ugyanúgy tanultál, akkor azt gondolom, hogy az nincs pariban azzal, amikor például hiába beszélek jó, vagy olvasom a jog különböző oldalait, én nem mehetek el ügyvédnek csak úgy. Sem orvosnak soroltatok, sem mérnöknek, sem is kézed. Most meg kézed, én vágnám a hajatokat, mert szeretek hajat vágni. És mindig azt szoktam mondani, sértődés nélkül, mikor ilyennel találkozom, mikor kérdezik, és még egyébként nagyon sok ügyes is van, aki ezt csinálja. Tehát én hiszem, hogy nem feltétlen papír alapú egy ilyen megmérettetés, egy ilyen kinevezés, de azért szerintem nem baj, ha értünk hozzá. Ez az én véleményem. Tud segíteni. És akkor azt szoktam erre mondani, hogy de miért nem csinálom, de jól csinálod, de téged meg műtsön meg az, aki szeret műteni. Nem aki tud, hanem aki szeret. És majd valamit, hogy elvar, jó, akkor csináljuk újat, bocs. Tehát hogy azért ez a műfaj, a műsorvezetés is, a színészet is nagyon-nagyon eklatáns jó példa, az éneklés, a zenész. Tehát elmenjünk egy tehetségkutató műsorba, és igen, tök jól énekelnek, de azért megint csak Friderikuszt kell idéznem, ő mondta, amikor az egyik zsűriben volt, hogy nagyon jól énekel, nagyon jó hangja, menjen haza. És ki volt, nem tudom, hogy ki volt, de jól énekel, igen. De ahhoz, hogy ön sikeres, énekes legyen, ez kevés. Az, hogy csak jó hang. Tehát azt mondom, azért bántani abszolút nem bánt, mert én tök jól el vagyok, köszönöm szépen. Tehát mondjam, tálcán tart a szakma, tehát jól el vagyok. Csak hogy szerintem a jövő szempontjából azért az szerintem veszélyes, hogyha 80-90%-ban csak olyanok vannak, akik szeretik ezt csinálni, vagy valakinek a haverja, barátja, barátnője, nem tudom. Az a képzés annak idén, ahova jártál, aztán most majd szeretnénk visszaugrani az egészen kisgyerekkori leventéhez, hogy az a képzés, amit akkor kaptál, az szerinted most még releváns? Változott annyit ez az egész... Az egyetemi, a műsorvezető? A műsorvezetői kommunikáció szakon. Így van, a műsorvezetés, amit ott tanultál, az nagy, egyébként... Nagyon sokat. Persze, rengeteget. Hát ugye én például van vendéglátóipari szakközépiskolában érettségiztem. Hát az, amit akkor tanítottak, EKT, ételkészítési technológia, tehát a szakács vonal, főzés, gasztro vonal, hát az szerintem nyomokban sem tartalmaz azt. De, angolul, but. Ahhoz, hogy te utána azt továbbfejleszd, tehát a ház alapjainak, ez az én nézetem, annak állnia kell. Azt, hogy milyen a belső kiképzésed, hogy alakítod, átvariálod a házon belül a dolgokat, az egy te dolgod. De hát azért nagyon a tetőhöz, meg az alapokhoz nem szoktak nyúlni, belül alakítod a tereket, változtatsz a szobákon, felveszed a padlót, más szín lesz, más álmenyezet, az egy más sztori. De én tehát az alapoknak, szerintem a váznak mindenhol kell, meg egyébként meg minek? Tanítunk, hogyha... Osztom, csak kíváncsi voltam, hogy mi van. És mondom, és persze rengeteg tehetséges is van, és ez nem kérdés, csak hogy hát most a Babicsóta tudjuk, hogy költő nem lesz, hanem születik. Szerintem az összes többire azért szerintem illő rákészülünk, de mindegy, nincs is ez semmi baj. Jó, tiszta. Most én nekem, úgy kötnek vissza a gyerekkorodra, egyrészt, hogy érdekes. Apukád ki volt, édesanyád ki volt, majd a múlt időt aztán mondod, hogy miért teszem föl, testvéred van-e, milyen a viszony. Gyerekekkel hogy állsz, már sajátokkal, hogy arról. Más gyerekeket is szeretek, de van gond az enyémekkel. Hát ugye születtem, ahol MÁV kórház, azóta is kint van egy tabló, hogy itt azért többet ne. De nem ez történt. Édesapám mondta azt viccesen,
Egyébként talán a humor azért tőle fakad, ha esetleg van benne ilyen applikáció, hogy ő mondta, amikor megszületett először a bátyám, van egy testvérem, illetve másfél, aztán hány év van köztetek? Szülők kettő. Van egy bátyám, és aztán jöttem én, és aztán szülők elváltak, és anyukám második házasságából van egy féles, tehát igazából két és fél testvérek vagyunk. Ő mennyivel fiatalabb? Ő 13 évvel fiatalabb. Nálam 15-tel a lány. Mindenki csak fiú. Csak három családban fiú. Szinte csak férfiak voltak, vannak. Édesanyjadat leszámítva. Igen, de ő nem Harsányi. Így van. És hát most Harsányi Lilla Boglárka, igen, gyönyörű kislányom, ő nagyon képviseli a női vonalat. És igen, és akkor megszülettem március 21-én, és aztán tavasz gyermekek, imádom is azóta is a tavasz nagyon, és akkor elindult egy gyümölcsöző családi hát kapcsolat, aztán egyszer csak vége szakadt, és mint ahogy sok esetben külön folytatták a szülők. Az a furcsa eset állt elő nálunk, hogy mi az édesapánk nem maradtunk, mert az anyukánk lemondott rólunk, és ez akkor egy 5-6 éves fiú szempontjából 7, az egy nagyon-nagyon-nagyon... Emlékszel erre az érzésre? Tehát akkor ez egy tudatosult benned, hogy nagyon is. Nem kellek anyának? Aki nem érte ezt, tehát az nehéz. Ezek kérdezem, én nekem nem, nekem szerencsés. Amikor a héra cserépkáját üleled karácsonykor hosszú éveken keresztül, és hogy hol van anya, és akkor nem tudom, azt hiszem az első évben munka ügy miatt mondták, hogy nincs, aztán majd jön, de úgy, hogy teljesen megszűnt a kapcsolat. De hogy se hétvégén, akkor... semmi? Nem. Évekig semmi. És azt is képzeltek el, hogy az ő anyukája, ugye az én nagymamám, fontos, az ő anyukája, nem az apukám anyukája. Miután ez megtörtént, kvázi ilyen kitagadta a családba, és ilyen 10 évig nem is beszéltek emiatt. Ha valaha jól néztem ki, akkor azt tényleg 6-7. Egy kis szőke, kisfűt képzeltek el, kék szemekkel, és várja haza az anyukáját. Nem akarom elbagatizálni, de az nem jó. Nagyon sokáig jártunk gyerekpszichológushoz, nagyon sokáig, még emlékszem, amikor katona voltam, még akkor is volt olyan, ezt talán még talán sehol nem mondtam el, hogy nem tudom mást, hogy esteként bepisíltem. Tehát, hogy olyan pszichés hatása volt ennek az egésznek, hogy így reagált a szervezetem, a lényem. És az, amikor úgy mész iskolába, hogy nincsen reggeli, apukám mérnök volt egyébként, a vegyterben dolgozott, gépészmérnök, paksi atomerőmű tervezésben, tehát komoly dolgokat tervezett és dolgozott, és nem mindig volt ide nyilván reggelit csinálni, és akkor úgy mentünk be, hogy például bevittünk matchboxot, és elcseréltük kajára, hogy tudjunk enni. És azért ez nagyon nehéz, az nehéz ezt jól kifejezni meg elmondani, mert nehéz elmondani, szóval át kell élni, senki ne élje, de át kell élni, viszont mindent megkaptunk, nagyszülők léptek be az anyukánk helyére. De akkor az anyai nagyszüleiddel tartottátok a kapcsolatot? Velük nagyon, ők nagyon-nagyon sokat segítettek. Hát ők tagadták meg egy 10 évre édesanyját, ugye, ha jól lehetett? Igen, aztán persze volt kibékülés, de meg apukám anyukája, tehát jöttek, főztek, vittek, hoztak, emlékszem, amikor a postás beálltam tangoharmonikázni, akkor egyik kezében voltam én, másikban a harmonika, kb. Ugyanakkora volt mind a kettő, csak rajtam nem voltak billentyűk, és néha nem tudta, volt olyan harmonikához beszélt, 3 percig mentünk, és mondom, itt vagyok, mamszi, na mindegy, hallottad, amit mondtam, de hogy nagyon édesek voltak, tudod, vágták a hajunkat, főztek, nagyon sokat köszönhetünk nekik, és nagyon sokat segítettek. Hát ezen az időszakon át kell. Hány év volt ez, mire anya újra megjelent az életetekben? Hát szerintem egy, 4 körülbelül talán. Most ez nagyon jó kérdés, ezt így nem tudom, de talán ilyen 3-4 év. És testvéreddel összezártatok? Mert két év van köztetek, hogy így... Hát nagy bandázás volt persze, de ő valahogy, én későn, korábban érő típus volt, én meg később. És ő 14-15 évesen aztán el is, 14 évesen elment anyukámhoz, és akkor már igen, akkor ő ott. Oda költözött anyához. Igen, elment középbe, szakmunkásképzőbe, akkor ő elment oda, én megmaradtam az apunál a utána lévő időszakot, a középiskolai időszak. Tehát 14 évesen már bőven találkoztunk az anyuval, az már bőven benne volt,
de szerintem egy 3-4-5 évet voltunk teljesen nélkül. És aztán hogy utána, hogy nem is tudom, mi volt a magyarázat. Vagy ezt akartam kezdeni, hogy... Hogy tért vissza az életet. Erre példa nem emlékszem, de... Később se beszéltetek erről? Nem, és sajnos ő tavaly elment, úgyhogy nem is tudtam megkérdezni, de az érdekes, az élete egy a legrosszabb pillanatai között nyilván, tehát Uber magasan a legrosszabb, amit tudott helyrehozni. Tehát vannak dolgok az életben, amit nem, tehát azt nem lehet egy bocsal elintézni, mert hogy nem. És aztán most már tudom, hogy én is külön vagyok a gyermekeim anyukájától, és nagyon jó a viszony, hogy ennek meg kell maradni a gyerekek miatt, pláne én ezt őrzöm, ezt a lángot, hogy ez működjön. De hát ez ott akkor nálunk nagyon kimaradt. És mondom, azok a karácsonyok, születésnapok, nyarak, nem tudom, hogy nincs anyu, azért az rettentő fontos. Főleg a család gyerekek életében, meg pláne, hogy egy atyúkanyú, a kis szárny. Hát nem tudod, mikor nincs vasalt ruhád, illetve volt, hát jöttek a nagyszülők, nem kint értünk a homokat. De nem árva gyerekek voltak, szóval, hogy főleg, hát volt édesapám. De van egy olyan helyzet, amit nem nagyon tudsz pótolni, bárhogy is próbálod. És apának hogy ment? Mert ez egy meglepetés volt számára is, hogy anya egyszer csak eltűnt? Vagy ezt ők így megbeszélték, hát, és figyelj, volt valami? Ha nincs az apu, akkor valószínű, hogy mi intézetbe megyünk, mert ugye hát, nyilván ilyenkor azt a gyámhatóság ezt átveszi, ezt a feladatkört, úgyhogy most képzeld, ott van egy eredetejében lévő fiatal, tehetséges gépészmérnök, aki dolgozna, de közben a két gyerekért kell rohanni. Hát én szülőként azt gondolom, tudjuk, közben megtudjuk, hogy milyen. Ez megint olyan, hogy szülő középiskola, egyetem nincs. Azt majd az élet adja, és szülővé válsz, aztán majd kiderül 18-20 év, hogy milyen szülő voltál. Ő próbált jó szülő is lenne, de nyilván kellett dolgoznia is, szóval ugye... Hát ez egy komoly feladat. Rapszodikus, nagyon felemás történet volt. Sokat voltunk együtt, volt, hogy javarészt nem, akkor léptek be a nagyszülők. Volt úgy, hogy a nyarakat például szinte majdnem mindet a nagyszülőknél töltöttük, a 11. kerületben, és én Zuglói vagyok. Uh-huh. Én 11. kerületben, a legjobb van. Helyre kerültetek uh-huh. nyarakat. Karancs utca 7, uh-huh. a Berecki és a Karancs utca sarok, és ott nőttünk fel, kaptuk. Emlékszem, az első 50 köbcenti segédmotoros kerékpárunkat egy Komár típusú, pedálos, kéziváltos sajnos motort, már nem gyártják. Motort, igen, azt a nagypapánk vette 300 forintért. 1984-5-öt írunk, és hogy milyen az élet és a sors. Én nagyon sokszor konferáltam Komár Lászlót, és emlékszem, volt, amit mai napig nem felejtette, hát ő már nyilván fentről néz minket, de hogy volt egy olyan konferálásom, hogy az ember, akiről motort neveztek el, nem lehet rossz énekes. És, értette bárki? Hát ő, de hogy meg a korunkban, most már 50 évesek. És mondta, hogy hát nem mondom, hogy mert ő elég szabad száj volt. Így igen, még senki nem konferált. Hát, szeretem és itt találkozott a múlt, meg persze nyilván egy kicsit a jelen. De hogy nagyon sokat töltök, nagyon sok nyarat töltöttünk ott a 11. kerületben, motorozással, haverokkal, és nagyon sokat kaptunk az élettől. Nyilván valahogy próbál ilyenkor pótolni az élet, hogy hiszem, hogy jó Istenke ad és elvesz. Csak vannak szerintem bizonyos pótlások, amit annyira nem lehet. Az egy anyuka, biztos az apuka hiánya is nagyon nehéz, vagy azt feldolgozni, de egy anyuka, főleg egy kisgyerek életében az, meg ugye a fiúk általában az anyukások, a lányok az inkább, és ott álltunk, ültünk, és anyu sehol. Aztán valahogy próbálta azért helyrehozni, tehát azért azt el kell mondani, hogy próbált jó anyuka lenni, csak ez a tipikus, ami akkor kimarad az életedből, és ezt tudom, és tudjuk, azt már nem tudod. Ezért szeretnék én minél többet a gyerekekkel tölteni, mert pár év, és ők is kirepülnek, és hogyha ez nincs, akkor ha nincs ez a kapcsolat, akkor az szerintem nem lesz olyan szoros, meg annyira jó. Van egy könyv, azt hiszem az életkönyve az a címe, és ott egy nővért kérdeznek arról, halálos betegekkel beszélgetett. Nem volt a célja, hogy megírja ezt könyvbe, de végül is megírta, és csak azért, mert akikkel beszélgetett, akinek már minden mindegy volt. Egy hét haltak meg, vagy egy hónap fél. Tehát már olyan stádiumban volt a betegségük, hogy menthetetlenek voltak, és 4-5 olyan pontot hoztak fel az életükből, amit nem okoskodásképpen meg, csak hogy átéltek, hogy azt nagyon-nagyon hiányolják, hogy nem tették meg, és nagyon
magas szinten hibáztatták magukat, és ebben az egyik ilyen pont volt, hogy kevés időt töltöttem a gyermekeimmel gyermekkorukban. Ez szinte mindenkit. Ezt azért mondom, hogy azt utána próbálta az anyu helyrehozni, hogy akkor nem volt velünk, és utána csak, hogy azt már nem nagyon lehetett. Úgyhogy ez egy fájó pont. Én el tudom képzelni, hogy ilyenkor nem tudom, a gyerekek ezt úgy dolgozzák fel, hogy nem tudom, lázadnak, vagy rossz gyerekek, vagy akár kezelhetetlenek, nem tudom, mi a jó szó erre. Te benned volt bármilyen? Figyelj, ezt a részét nem tudom, egy barátom mondta itt az örökös, a jó értelem vett poénkodás kapcsán. Bazsi tudja, mert ismerik pár hete. Hogy ez sok esetben egy kényszeres van, egy menekülés. Azt mondják, a humor az elkeseredettség kifejező eszköze, ami nem igaz, de egyfajta elfojtott valamit próbálsz ezzel palástolni. Nézzek a bohócokat, amikor lemossák magukról a cirkusz után, az előadás után a maszkot, akkor utána hazamennek egy szomorúan. Charlie Chaplin nem ismerték fel, jó, hogy más helyzet volt, de hogy ha nem volt rajta a kalap, a bajusz, és nem tudom, nem nagyon ismerték fel. Volt egy fantasztikus történet vele kapcsolatban, hogy egyszer még ugye 1900-es évek elején valamikor, utána persze, amikor még ugye nem volt hangos film, akkor egy amerikai rendezvényen ő énekelt. És mondták, hogy valaki dicsért, hogy milyen jó a hang, hogy miért nem énekelsz, és csináld ezt filmekbe. Azt mondja, csinálom, csak nincs még hang a filmen. Tehát, hogy hiába szeretnél valamit, ha bizonyos helyzetben nem hallják azt meg. Csak arra mondtam, hogy próbáltam én ezt elütni, palástolni, hogy mi történtem. Egyre senkire nem számíthat. Az az én sorsom, az én életem, amit kaptam, hogy akkor anyuka nélkül kellett ezt megélni, és tudom, hogy fel kellett dolgozni. Van, akinek ez szerintem könnyen senkinek nem megy, van, akinek könnyebb, van, akinek sokkal nehezebb. Inkább az utóbbi volt. De akkor lehet, hogy a te egész humoros jelenléted az valahol innen fakad? Biztos, hogy valamit ezzel palástolni szerettem volna. Hát én a Levit, azt még a Rádió Egyből ismerem személyesen. Én akkor a kerigazgató voltam, egy már vége fel az utolsó másfél év, mielőtt először bezártak volna, és én, hát van köztünk egy pár év, picit idősebb a Levi. Egyébként 4-jel. Igen, 70-es vagy, ugye? Igen, én meg 74-es, tehát akkor ilyen 4-5 év van köztünk. És hát én ilyen őszinte csodálat alatt voltam, nem ismertük egymást személyesen. Ő azt se tudta, hogy ki vagyok, én nyilván tudtam már, hogy egy közismert pali volt. És hát én reggelente bejártam a Rádió Egybe, hogy lássam, hogy mi ez az egész, hogy készül a reggeli műsor, így ugye amúgy, és abszolút beszívja az embert, tehát ilyen ismert, jó humorú palik meg csajok vannak benn, úgyhogy én üdögéltem korán reggeltől kezdve, és hallgattam, néztem, és akkor próbáltam valahogy vele kapcsolatba kerülni, mert nekem valami nagyon szimpatikus volt már régóta. Hoztál szendvicseket nekem reggel. Így, megkérdeztem a kávét esetleg a izéknek, és akkor így először meg is lepődtek, hogy a kerigazgató miért akar kávét hozni nekik, emlékszem a fejére. Hát, igen, nagyon sokat beszélgettünk a konyhában. Igen. És akkor volt, ott mindig van egy kis műsor, felvétel és a leadás között van, talán 5 perc, nem emlékszem, amennyi van. Van egy pár perc, ugye a felvétel, de felvételről megy a reggeli műsor. Nem árulok el titkot, mert sok rádiós megsértődne. Van, ahol igen, van, ahol nem. Ebben a rádióban annak idején ott az volt, igen. Vagy amíg mentek a dalok. Igen, és akkor addig egy idő után hajlandó volt kijönni, és akkor nagyon jókat beszélgettünk, és nekem egy őszinte megdöbbenés volt, hogy az a pali, akit így hallasz a rádióba, ott pacsizik a folyosón, állandó jó kedvű, tényleg ez, hogy egy pár perc alatt sikerült lemenni olyan beszélgetésbe, én akkor hallottam először, hogy édesanyád eltűnt, hogy apa nevelt föl. Tehát én nagyon hamar lehetett vele beszélni, egy teljesen más ember, és aki én ugye így ismertem meg a Levit jobban, ez ott a nem véletlenül szeretem, mert hogy ez egy nagyon szerethető része. Hát szerintem én nem tudom, egy párszor hallottalak már beszélgetni téged. Most ennek a beszélgetésnek az első 10 perce, hát ilyen soha nem látott mélységekben vagyunk szerintem. Hát és mi van egy csomó minden? De hogy hol a vége? De tudod, ez szerintem úgy, hogy amin az antrét, ahogy megismerik az embert, körülbelül úgy beskatuljáznak mindenkit. Szegény Jim Carrey mondta egyszer, hogy ugye mindig a gumiarc és a maszk és viccelődik minden, és nyilván benne is vannak komoly gondolatok szerintem mindenkiben, csak arra igazából nem kíváncsi senki az opera énekes nő, másik, mindhol énekel, én opera, Hajas Laci, elmegyek valahol, mindenki mutogatja neki a haját, és mondja, ide ne jöjjön, mert és jogos, és nem azért, mert nem szereti, csak hogy értem. Hajas Laci, akkor biztos olló meg haj, de hát igen, és aztán, és szerintem ez esetben nálam is így van, ha így van, a könnyű műfaj egyik képviselőjeként, hogy persze azt látják, és nagyon jó, menjek a benzinkutrót, és humor, ez szevasz, az, és múltkor fájt a fogam, mindez, rossz kedved van, vagy nem csak fáj a fogam, nem már. De mondom, nekem is szokott. Ja, akkor jó. Ülök egy ház, kifejezetten azért kerülöm, valahol elmegyünk, akkor
valahogy érzem, meg érzed, hogy mindig hozzátszólnak, mindig vicceskednek, mindig poénkod, és én mondtam, mindig mondom vicces, hogy nincs most nám számla tömb, de azért majd válaszolok, és mondják, de nagy, de mondom, de nem vicc, tudod, ez most nem vicc. Szóval, hogy van az embernek komoly arc, és a Jim Carrey-re térnék vissza, amit az előbb mondtam, hogy ő csinált egy filmet, a 23-as című filmet, és ő mondta, igen, vicces, hogy kb. Annyian is nézték, amilyen szám szerepel a filmet. Tehát 23-an nézték meg az egész filmet. Úgyhogy nem nagyon kíváncsiak arra, igazából a másik oldalra. Ahogy megismertek, akkor te legyél úgy. Ennek egyébként a legnehezebb részét a szépségkirálynők viselik, mert ha valaki egyszer szépségkirálynő volt, ő 70 évesen is szépségkirálynő, nem tudsz mit csinálni, mert hogy tényleg, és neki szépnek, mindig szépnek kell lenni, és úgy kell kinézni. De ez néha fárasztó, nem? Nagyon, nem néha, ez rettentő mód fárasztó. Hát mi voltunk úgy egy párszor ebédelni, ilyen Liszt Ferenc téren, hogy még annak idején, hogy elmentünk együtt, ott beültünk, ajátunk, és már engem szétvetett az idege a 30. percben, mert ugye ott az egy ilyen plac, és akkor mivel sok mindenki ismert téged, vagy legalábbis azt gondolják, meg te is ismersz egy csomó mindenkit, hogy elkezdtünk beszélgetni, mondtam 3 mondatot, és szevasz, szia, minden rendben van. Na, akkor visszatértve, hogy miről is beszéltünk, ez ment fél óráig. Igen. Halálos. Hát ez erős. És ezt pont mondta egy barátom, hogy ezeket kéne csökkenteni, igen, hogy ne legyek ennyi ember felé, hello, csumi, és csomószor kérdezi a párom most szerelme, hogy mikor oda jönnek köszön, és ő ki volt? Hát fogalmat sincs. Most nincs meg. Az általában tudom, hogy ki jön, de van sokszor, hogy nem, ez egy ilyen, nem egy ilyen irreverzibilis folyamat, nem lehet vissza, ez egy irányba megy, és ők azt gondolják sok esetben, ezt tekintsük egy jó hiszemű nézetnek, hogyha ők látnak a tévében, vagy hallnak a rádióban, akkor ő már ismer. Pedig sok esetben nem. Erről van egy vidám történetem, hogyha megoszthatom. Kérlek szépen. Gyorsan, hogy én már elváltam, tehát hogy vannak ilyen élményeim, de most éppen boldog házasságban, de a kettő között volt egy 10 pár év, amikor így kerestem a helyemet, igen, a világban. És úgy döntöttem, hogy éjszakánként akkor tudok magam lenni, a Tesco-ban fogok vásárolni, nem tudom, 2 hetente egyszer elmentem bevásárolni. Jöttek a gyerekek. És jó progi, szeretem. Nagyon, hát de hamar megvagy, nincs tömeg, és akkor nem tudom, az a széjjel-nappali volt. És egyszer jön velem szembe egy nagyon ismerős csaj, meg egy ilyen nagy kigyúrt barátja. A srácot nem ismertem, a csaj nagyon ismerős volt, és hát ilyen rájuk, hogy toltam a szekeret, ők is toltak egy szekeret, rájuk köszöntem, hogy sziasztok, mosolyogtam, én ilyen mosolygósabb vagyok. Nagyon kedvesen visszaköszönt a lány, hogy szia, a srác odalép, hogy szia, a kezet fogott, és azon gondolkoztam egész vásárlás alatt, hogy vajon ők kik lehettek, de én köszöntem rá, tehát nekem volt ismerős. És aztán meg már pakoltam be a csomagtartóba, akkor jöttem rá, hogy a hölgy Michelle Wilde volt. Nem tudom, lehet bővebben az életben. Ez a történet. Látod, kedvesek voltak. Hát sokszor láttam. Igen, az emberek úgy gondolja. Te kvázi ismertétek egymást. Te ismerted őt, igen. Hát hasonló élményeim nekem is, ott csak házi buliban, és ott volt például Misi is, meg még egy-két kolléganő, de hát ezt nyilván nem lehet kifejteni. De tényleg volt egy ilyen korszak, amikor ebből a, nem hogy mondjam, erről a platformról találkoztam. Több ismerettséget. Sokan. Hát volt, például Roxy Rádióban kezdtem 2000-ben a rádiós karrierem. Akkor már csúcson volt a Roxy? Mondom, hogy akkor mi futtattuk fel, de igazán nem, Balogh Espress Ákos, kiváló elmélyi kollégámmal kezdtük, és például oda meghívtuk például Csicsolinát. Uh-huh. Ugye ő Michelle Wilde idősebb, igen, verziója a Szőkében. És megérkezett Ilona, és ugye Staller Ilona, és beszélgetünk, nagyon aranyos, nagyon bájos, de hát azért lopni nem mennék velem. Nem. Valószínű, hogy valamelyik önk ott maradna. Halk, igen. Igen, és ott van, mondom, akkor legyen egy kérdés a hallgatók felé. Itt szó, hogyha megengeded, természetesen lehet. Jó, akkor bejátszunk az egyik filmetből egy részletet, mert mindenki megijedt, hogy itt most már a rádió. Igen, és mondjuk, ha valaki felismeri, a hallgatók közül nyerhet, úgyhogy nyugodtan írjatok. És akkor egy lónyerítést beküldünk. Nyilván nagyon ócska, és de igen, de Ilona feltette a kezét, én ismerem, mondom, te nem játszhatsz, csak a hallgatók. Tehát, hogy volt egy ilyen kapcsolat, de igen, nagyon. Mindig megvan a könyv, amit nekem dedikált. Mit írt bele? Nem tudom, Rokkónak, vagy a Levinek szeretettel. Levinek szeretettel, valami hasonló. De nagyon, nagyon édes pofa, aranyos volt. Igen. Bátyádról mit lehet tudni? Kérlek szépen, egyfajta vállalkozó, a szó mindenfajta értelmében, és 2 éve idősebb nálam, különböző típusú vállalkozó. Hát ezt, ha én tudnám részletesen. Jó, tehát, hogy jól menő vállalkozó, sikeres? Én szerintem több szegmens, több vonalon dolgozik,
Én szerintem inkább mezőgazdaságban. Annyira nem vagyok benne az ő ilyen napra kész életében. Vállalkozik, van egy gyönyörű nagy fia, aki az én keresztfiam, Harsányi Lacika, ezután is üdvözöljük. Mm-hmm. Lacit, aki hirtelen megnőtt, tehát egy tegbosszatér, és 30 éves, őrület egyébként, hogy van az idő. Igen. És sokáig nem voltunk napi kapcsolatban, tesóval, meg az öcsémmel is ilyen, nagyon sokszor én telefonálgattam, és mondtam útka az öcsémnek is, hogy Szabi, mondom, hívjuk már fel egymást. Mert épp emlékeztem egy Oscar-díj átadót, és az egyik díjazott azt mondja, hogy köszönöm a díjat, köszönöm az élményt, fantasztikus, de azt nem felejtsük el, hogy kik miatt vagyunk itt, úgyhogy tessenek a szülőket, nagyszülőket felhívni, nem holnap, nincs fontosabb dolog, nem holnap után, ma rájuk üzenni, beszélgetni, nem tudom. És valahogy így, hogy így, már elmúltam 50, és már nincsenek a szüleim, így úgy érzem, hogy értékesebb minden perc és minden nap az életben, mint hogy elvesztegessük, és most ez nem egy bullshit duma, hanem hogy ténylegesen is, és én nagyon sokszor ezt te is meg tudod erősíteni, hívok fel úgy ismerősöket, barátokat, volt kollégákat, bárkit, aki hozzám ilyen közel álló személy, hogy szia, hogy vagy? És mai napig megdöbbennek. Hmm. De miért hívtál? Semmi, hát, ezért. Hogy vagy? Se pénzt nem kérek, semmi ezért. Az a kérdés, hogy vagy? Tényleg 2024-ben fejlődik? Figyelj, olyan döbbenet, ezt javaslom mindenkinek, tesztelje el az embereket, és ennyire hiányzik. Tehát annyira áttette nyilván a telefon és minden más kütyű az irányítást, nem csak a gyerekek, a mi életünkben is nézzetek meg. Ha most mindenki megnézni, aki most minket hallgat, vagy néz, nézze meg, hogy mennyi a képernyőidő. Én megnéztem a minap, döbbenetes. Jó, hogy amíg mi beszélgetünk, közben sakkozom, tehát nagyon sok mindent. Én úgy élek, hogy ilyen párhuzamos, ilyen gondolati síkon vagyok, de hogy egyszerűen engem is elvisz, meg mindenkit elvisz ez a világ, és az idei karácsony volt például az első olyan, amikor azt éreztem, hogy bár új szerelmem van, ott vannak a gyönyörű gyermekeim, sajnos már a szülők nincsenek, de hogy az első olyan karácsonyom volt, amikor egyedül ültem a karácsony felőtt, és azt éreztem, és gondoltam is, hogy ez most nagyon üres. Nagyon. Pedig ott voltak a gyermekeim, aztán mondta, hogy elmentek, meg a párom is, de hogy valami hiányzik. És ez az érzelmi töltet, ami nekem a lételem. Anélkül nem tudok se párkapcsolatban, se baráti kapcsolatokat. Én nem tudtam soha szakmai alapon, meg majd jó lehet ő valamire alapon kapcsolatot éteszteni. Ezért is tartok itt. A többi kollega, barát, az már mind államtitkár, miniszter, soroltnám. Én meg itt ülök veletek, és viszont ki van fizetve minden, ami rajtam van. De ennek ellenére én sosem tudtam érdekből kapcsolatokat létesíteni. És ez most nem tudom éppen miért mondtam, de hogy ez valami, ez az érzelmi rész, ez nekem ez nagyon, nagyon fontos, hogy benne legyen, mindegy, hogy miről beszélünk. Öcséd? Öcsém Szabi, Bakonyi Szabolcs, nem Harsányi, mert ugye édesem második házasságából, ő is vállalkozó, a felesége vállalkozgat. Tulajdonképpen tisztítószerek, higiéniai termékek eladásával nagy kell áron, úgyhogy ha kell, akkor szóljatok. Tudom, igen, nagyon, nagyon céltudatos, ő is nagyon sokat dolgozik, van egy gyermekük, és boldog házasságban élnek, de vele sincs ez a napi kapcsolat, ami nem tudom, hogy testvéri szinten mennyire baj, vagy nem baj, én kicsit hiányolom ezt. De most kicsit a bátyámmal kezdünk úgy összegabajodni, hogy többet beszélünk, többet találkozunk, és fontos. Tán lehet, hogy azért van ez így, mert beléptünk egy olyan korszakba, amikor a szülők már nincsenek, és igazából mi vagyunk. Tehát így, ahogy ez a gyász sorba valahol, ki tudja, hogy milyen kapun megyünk át, és mikor, akkor úgy hátulról tudod, mindig egy picit tolnak, mert valaki kiesnek előről, és akkor te egy picit közelebb kerülsz valahova, és ezért is fontos minden, fontos nekem is megélni minden percet, minél többet szeretnénk most a gyerekeimmel lenni, minél többet a párommal, minél többet olyan emberekkel beszélgetni, akiket szeretek, akikkel van tartalom, akikkel jó, és beléptem abba az időszakba, korszakomba is, mert ezt már régóta mondom, ugye van 17 nagy mondásom, ezek közül nézzük a hetest, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, hogy én már nem akarok senkinek megfelelni. Ezt most azért hoztad szóba? És nem hiszem azt, hogy mindennek egy ilyen sorszerű küldetés része eleme vagyunk, hogy minden úgy történik. Sok esetben régen
nagyon kivoltam, nem én kaptam meg ezt a műsort, miért pont ő, én pedig jobb vagyok, de nincs jobb meg rosszabb, vagy kiválasztás van. Azt most a döntési mechanizmus, melyik szintjén éppen kit vagy mit választanak, azt el kell fogadni. És én most már abban vagyok már régóta, és azt elfogadom, és ennek mentén nagyon boldog vagyok. Tehát semmi nem hiányzik, semmiért nem nyafogok, ha nincs, és nagyon örülök annak, ami van, és az érem másik oldala, és így merőben jobb, és szerethetőbb minden. Volt egyébként valami konkrétum, amikor ezek hogy az elfogadások megérkeztek az életedbe, vagy csak így az idővel, nem tudom, hogy ugye bölcsebb lettél? De szerintem az, hogy egyrészt nőnek a gyermekek, és egy látom, hogy igény van arra, hogy velük legyek, és meg egy idő után, meg amikor, anyanyom, bocsánat, hogy a halál részt hozom idebe, de hogy a minap meghalt a szülésznőgyógyászunk, egy fiatal ember 55 évesen, hogy ezek mindig arra rávilágítanak, úgyhogy ment autóval haza, kicsit szúrt valami. A mellkasánál orvos, tehát leült, beült egy Bartók Béla úton egy étterembe, és ott szegény lefordult a székről és szívrom, hogy bármelyikön kell megtörténni, bármikor. Ezért szeretik minél többet beletenni ebbe az Élet nevű filmbe, mert ez egy ilyen egyrészes sztori, hogy nem ér, amikor panaszkodnék önmagam, régen panaszkodtam volna, meg nem tudom, megőrültem, idegestettek dolgok. Ma már ezt alazán kezelem, mert hogy annak akkor is ott nyilván ott van a helye. Próbálom, amiről én tehetek, amit én tudok hozzátenni az életem szebb, tartalmasabb, jobb, szerethetőbb részéhez, azt viszont írdatlan gyorsasággal két kézzel lapátolom bele, élmény, ölelés. Hát csináltam olyat régen a rádió, aztán a Petőfi rádióban, amikor voltam, hogy voltak olyan napok, random jellege, hogy aki arra jött, megöleltem. Ez így most lehet, hogy hülye hangzik, de az meglepő, embereken, de az embereken, amikor azt látom, hogy valaki megölel, semmit, csak hadd ölelek meg, egy picit állj meg, kapsz egy ölelést, egy ilyen szeretet 5-10 másodpercet. Úgy mentek el, és utána még hónapokig megláttak kinteket, szia, de jó volt, hogy tehát valami más, nem az a monoton, nem az a futószalag, nem az a GPS kiszámítható. Bemész, hazamész, már belenézünk az életünkbe mindenki, akkor felkelsz időre. Elviszed a gyereket, nem a gyereket, időre. Berohansz, közben anyázol 2-3-at az utakon, berohansz a munkahelyre, nem értem, beülsz. Beülsz a gép elé, dolgod. Picit felállsz, kicsit ebédelsz, picit. Gyorsan rohanni a gyerekért, elvinni edzésre. Hazaérsz, feleséged, ja, te vagy, igen, jaj. Igen, valami kaja, gyerek sír. De, tehát, hogy igazából egy ilyen, keres egy jó pontot ebben az egészben. Ha ezt úgy veszed, akkor ez egy ilyen monoton és rohadsz, és azt csinálod minden hónapban, éveken keresztül, egymás után, hogy ebből a kicsit kilépsz egy öleléssel, egy telefonhívással, egy picit ülj le, és nézzünk egy, tedd félre azt a rohadt telefont, vagy nem tudom. Fontos a munka. Ez előbb említett könyv kapcsán, amikor az ápolónő megírta a halálos betegek gondolatait. A másik ilyen fontos pont, amit mindenki megemlített, hogy őt még senki nem mondott, hogy úgy, Descartes nem töltöttem több időt a munkahelyemen. Bocsánat, és ez tényleg erről szól, hogy ők is, mikor, tehát hiányolják a barátokkal, a családdal való együttlétet, és azt nem tud visszaadni. Tehát nincs idő, bolt. Olyan nincs, hogy ezt az időt most elvesztegettem, bemegyek a boltba, ott mondott Tesco mellett, tiszteltem időbolt úr, üdvözlöm, kérnék szépen egy fél évet, miért? Mert elvesztegettem ott. Nincs. Úgyhogy ezért van ez, hogy mostanában kicsit egyrészt érzelmi alapon, meg tartalmi alapon közöljétek meg mindent. És ahol valamit csinálok, azt nagyon intenzíven teszem és csinálom. Ha meg pihenek, régen, hát ostoroztam magam. Most itt alszom napközben. Igen. Ha most szeretnék délután lefeküdni, igen, az egyik legjobb dolog, nézzem meg, emlékezzünk vissza gyermekkorunkból, a csendes pihenőkre. Ha délután ledőlsz egy 45 percet, egy órát, annál szebb és jobb élmény nincs. Picit ki is szokott folyni a nyálam a párnára, halkan megy valami nem létező sorozat, nem tudom, Hegyi Doktor, rendőr. Az nagyon jó, vagy a Love Boat. Abban látlak. Gyönyörű, igen ilyenek. És én úgy kávézom reggelente, hogy az egy szeánsz. Lassan, kvázi, mint egy ilyen olaszok. Az előbb mondtad azt, hogy amit csinálsz, az teljes messzerességet csinálod. Mi ugye járunk egy-két helyre közösen. Az egyik, igen, az egy heti rendszerességű labdarúgó, igen, esemény. Nagyon szépen dolgozunk egy csapatban. Azt hiszem. Na most jön a szidás, mert kiadjuk az online edzéseket. Zoknira megy a labda, oda-vissza. De hogy ugye az egy régi mondás, hogy sport közben nagyon könnyű kiismerni
a túloldalom, vagy a játékos társaidnak az igazi személyiség jegyeit, fonásait, és tényleg olyan. Hát olyan, mint te, hogy a Levivel olyan szempontból nagyon öröm, sok szempontból nem, de bizonyos szempontból öröm játszani. De melyik a több? A rossz vagy a jó? Az, nem, az, hogy a jó, nyilván. Mert te, hát te hogy megyek be a pályára? Így. Egy pici kereszt az égnek, úgy, mint hogyha a Copa Amerikán lennénk, döbbenetesen jó. Így. És a heti izé, ilyen kis erőlétért, és ott is fölcsattintja az izét, a mellényt, ugye, hogy milyen jól nézen ki, tehát ez a titok többek közt, és nagyon keményen nyomja, hiszti nélkül. Te mostanában azért van a hiány. Nem baj. Hiány jól, engem, meg én magam is, engem. De majd alakul ez. Azonban nem lehet, tehát hogyha az ember belép, főleg mint 50, belép az életében egy igazi szerelem, akkor azzal, tehát, és ez a baj, hogy ilyenkor megőrülsz, mert azt gondolod 10-20-30 évesen, ugye, hogy majd arra is, meg erre is szánok időt, meg, és hip-hop érted egy-két nyár, lemegy egy-két megasztár, és már látod, mennyi idősek vagyunk, és ott vagyok, hogy ilyen galamikus, jaj kamera, jaj stúdió, jaj nyakkendő, jaj, zongorázni is szeretnék, barátokkal is szeretnék lenni, a szerelmemmel is, a gyerekekkel is utazni is szeretnék, focizni is szeretnék, szeretnék sakkozni, szeretnék olvasni is, és akkor hány óra van egy napban? Igen. És mit nem? Ja, és közben akkor még dolgozom is. Mert dolgozni is kell. Persze. Tehát, hogy nincs igazából egy egészséges valami rend ilyen szempontból. Úgy érzem, hogy ilyenkor most így felborul minden, és hogy mindent szeretnék, és aztán tipikus olyan, hogyha ha nem szeretné minden, és szánsz egy kis időt, azt mondom, most zongorázom. Azt egyébként majdnem minden nap, és imádom. Majd zongoráz stand-upom, ha gondolják, akkor nyugodtan rendelnek meg a Balázson keresztül, és a 20% jár nektek is. Hogy akkor leülök, és tegnap, bár Rúzsa Magda és Presser Gábor az Egyszer című szám, de azt úgy játszottam, hogy a fiam is megtapsolta. És ezek az élmények. És ezeknek én örülök. Utána pedig azt beszéltük, akkor nézzünk egy filmet, jó? Vagy menjünk ki focizni a kertbe. De és amikor azt csináljuk, és régen nem volt mindig így, régen, amikor kimentünk focizni, akkor közben telefon. Mm-hmm. És mindig mondták, ja, mindig telefonálsz, apa, meg így. És teljesen igazuk van. Abszolút. Ha meg azt mondom, hogy jó, gyerekek, vége a focinak, most mindenki telefonozgat, tévézget, és akkor én is abban a 20 percben félvárban elintézem, amit el kell intézni a telefonon. Ott tudsz lenni, világos. És ez egyfajta rendet tesz önmagamban. Mondanám egyébként, hogy minden ilyen könnyű, de hát azért nem. De hogy körülbelül ez így rendben van. Hogy ha ezek a célpontok, targetek megvannak, akkor ezt az ember így leszűkíti önmagában, és akkor megvan a napi rend, legalábbis nálam ez így. Vissza kell ugrani a levé a kiskorod utáni időszakra. Mert hogy ugye, hogy ahonnan én ismerlek, a Lila nem tudom, mert ő lényegesen fiatalabb nálunk, nem tudom, te honnan ismered a Levit, vagy mikor? Óvodában nem nézi aszfaltbetyát? Amúgy nekem megvan az aszfaltbetyát. Az nagyon kemény gyerekek. Én most, hogy készültünk a Levire, mert most ismerjük egymást, de hogy... Mert megnéztünk adáskát. Ne csináljátok ezt. Nagyon kemény, nagyon kemény, és azon gondolkodtam, hogy ez hányban van, 80? 1996. Bocs, 96. Azon gondolkoztam, hogy mi lehetett ebben a műsorban az, ami miatt ezt ennyire népszerű volt, mert nagyon népszerű volt. Tehát szerintem aszfaltbetyárként ismertek téged eredetileg. A személyiséged igen, de hogy ebben a műsorban olyan visszafogottan történik a mély tartalom, nem? Azt azért mondhatjuk. Finoman fogalmaztat? Igen, próbáltam úriember mondja. Figyelj, ez egy a német Zatánc csatornáról elhappolt tulajdonképpen Ctrl-C, Ctrl-V, tehát egy onnan átvett változat, csak magyarul, hogy megy az ember, mondjuk a fiataloknak, az Váci utcában Budapesten mentünk kamerával, és én oda rohantam bárkihez, fiúhoz, akkor keresünk neked itt egy lányt, a lányhoz, akkor keresünk egy fiút. Még akkor így gondoltuk, de én a mai napig is így gondolom a párkapcsolatokat. És aztán 96-ot írunk, ugye 97-ben indultak a kereskedelmi csatornák Magyarországon, tehát volt egy év for, ami azt jelenti, hogy egy évig azért ez a TV3-on ment, szoktam mondani fellépéseken, akkor a rossz nyelvek szerint a TV3 a nézői számára kapta a nevét, de ez nem igaz, mert nagyon sokan nézték, és mert hogy meg egy ilyen, talán egy üdítő formabontó, nem is a bugyuta szót használom, üdítő formabontó, nagyon gondolkodni a nézőt, nem kényszerítő műsor volt, egyébként ha megnézzük a mai palettát, nem menjünk bele, és hogy ez pont arról szólt, hogy leült valaki, ott rohangált egy gülüszemű gyerek, összehozott valakit, helyenként még talán vicces is volt, és kijöttek érdekes helyzetkomikumok az egészből, és talán mindenki hazament, 30 perc volt, azt hiszem. Tehát senkit nem akartunk bántani, nem. Szerintem értékében azt képviselte, amit, de az volt az első, és ez úgy alakult, hogy akkor volt
mondom, a TV3, a Pörzses Anyu volt a szórakoztató igazgatója. Igen, igen, Sinya, és vele egy házi buliban haverkodtunk, ismerkedtünk össze. Én valahogy üdítőt ittam, de valaki belekeveredett valamit, attól kicsit jobb lett a hangulatom, és az megtetszett neki. És mondta az egyik kedves barátomnak, Szabó Attinak, hogy lesz legközelebb is egy ilyen baráti összejövete, hozd magaddal a gülüszemű barátodat. A nevem nem volt meg. Igen, kedves. És elmentünk, akkor is vicceltünk, és összejött. Egyfajta haverság, barátság alakult ki. És akkor utána ő szólt, hogy van ez a műsor, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám. De hát mondom, azt nem tudom, hogy kell beszélni tévében. Nem tudom, hogy kell viselkedni, meg nem is értek. Én akkor pincér voltam az egyik legrangosabb, nevesebb Portside nevű budapesti pubban. Nagyon sok pénzért, nagyon sok jó baráttal, nagyon sok szép hölgyel. Az egy fantasztikus időszaka volt az életemnek. És Geszti Péter, aki az egyik komoly idolom, lejött, amikor nagyon-nagyon vaciláltam, gondolkodtam, és akkor elfogadjam, legyen-e, arcfartbetenne. És aznap lejött oda a Portside-ba, és én szolgáltam ki. És én mindig hiszek a jelekben, a jeleknek. És ez egy ilyen jel volt. És az volt a kérdésem. Nem voltam tulajdonos sajnos abban az üzletben, hogy most mi a terv a következő 5 évre? Egyébként ezt éppen ma is feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy itt még viszem ki a tányérokat, jó pénzért, jó buli, jó csajok, minden jó. Vagy megpróbálok valami mást. Erre lejött a Geszti. Beszéltetek? Persze. Hát valahogy rendelnie kellett. Hát jó, de hogy egyébként... Erről így nem, de azóta jóban vagyunk, de így nem. De őnek komoly inspiráció volt mindig, és én nagyon, nagyon tisztelem őt. És akkor ez volt a jel. És ezt úgy képzeljétek el, hogy én aznap felmondtam. Úgyhogy nem tudtam, hogy mi lesz. És az életben szerintem egyrészt bátra ki a szerencse, de némi tudással azért a pakba azért illik sétálni, és elindultam. De ez egy főállás volt? A Portside? Nem, a Portside-ot azt értem, hanem A tévé? A tévé. A persze, hát kaptam akkor pénzt. Tehát te státuszba kerültél ott a TV3-nál valahol, és hát egy műsorod. Hát céget beszámláztam, jó, de persze, értem. De abszolút, így, ez történt. És hány forgatásotok volt egy héten? Nem tudom. Az napi műsor volt? Nem, heti vagy havi. Aha. Szerintem vagy 2 hetet, nem tudom pontosan. Nem, én sem emlékszem. Vagy 2 hetet, nem, heti biztos nem. Szóval azért rendszeresen jártunk, és tényleg beleugrottam az ismeretlenbe. Abszolút, és mondták, hogy már segítünk. Na most hát... Ebből nem lett semmi. Mindenkinek legyen a saját szívén a keze. Úgy gondolták, hogy én megoldom. De hát, és akkor Kriskó Laci, nagy, kiváló rendező volt, aki látta, amikor az elején nem ment, hogy mondom, Laci, mit csináljak? Hát, mikro, kamera, hát, még hogy menjek, mit kérdezzek? És akkor emlékszem, megszakította a forgatást. Jó, akkor kicsit pihenünk. És beültünk, ott volt valamelyik gyorséttermi üzletbe, és körülbelül egy óra alatt elmondta. Elmondta, körülbelül mire kell készüljek, hogy beszéljek, hogy de nyilván nem lehetett ezt egy óra alatt, de azért mégis. És abban az adásból lett valami. És akkor itt szépen adásonként elindultunk, és akkor éreztem az elején, hogy ez egy teljesen más világ, mint tányérokat kivinni embereknek, bár abban sem gondolom, hogy olyan rossz voltam, de hogy, és akkor azonnal elindultam egy egyetemi képzésen, erről már beszéltünk, hogy mégse legyen az, most ezt, ha véletlenül befutok, vagy valami úgy alakul, akkor nem mondják azt, hogy papír meg tudás nélkül van. Akkor jött ez a döntés, hogy elmész. Igen, hogy akkor kezdjem el 25 évesen az egyetemet, hát mégsem illő szerintem. És aztán most szinte csak nekem van a szakmám, de nem ez a lényeg. De hogy akkor úgy gondoltam, ennek van valami létjogosultságot, és akkor mellette még közben azt is elkezdtem az egyetemet is, és mellette mentek a műsorok, és akkor valahogy elindult az egész. De kellett ez egyfajta talpraesett, meg bátorság is, mert ahogy ez elindult, közben szinte egy fél évre, egy évre rá elindultak a rendezvényeken való megjelenéseim, ami úgy kezdődött, hogy aztán pont a Pólus Centert akkor nyitották meg, és hívott a szervező, hogy szóval láttunk a tévében ez a, most nem teszem be, mi a műsor címe, de amiben vagy, hát nem tudod képzelni, az milyen. Mindig mondom, aszfaltbetyár. Az. Na, hogy ott láttunk, és te vezetsz, válasz ilyen szabadtéri, ilyen rendezvényen való konferást? Vállalok-e? Hát tudod, mennyit csinálok? Egyet sem csináltam. Na, de a telefonban ez kell. Persze. Igen? Akkor gyere, lesz egy extrém bica, hétvége, fellép az Animal Cannibals, konferálni. Hova kell menni? Hát szinte napi szinten vagyok ezzel. Soha azért, egy semmi. Én ebben biztos voltam. Oda mentem, és emlékszem, aztán 25 000 forintot kaptam. A szép pénz. És,
És elmondtam, és belejöttem. Nyilván az olyan volt az eleje, amit most, ha visszanéznénk, azt mondom, hogy atya úristen, de valahogy álljunk meg egyszer a 25 ezer forintnél, Levi. Tehát 90... 7. Én 99-ben tanítottam egy évet, vagy két évet, de az volt az első évem, és akkor volt 35 ezer forint a havi fizetésem, csak hogy el tud helyezni térben, időben. Egy hétvégére kaptam. Szombat, vasárnap 25 ezer forint. És ez a világ azonnal behúzott téged? Ez a műsorvezető. Tudod, mi húzott be? Az, ami mindig behúz, hogy önmagam lehetek. Uh-huh. Az összes műsorban, kivéve mondjuk a reggeli rádiós műsorokat, azért ott is szerintem az ember szinte 100%-ig önmaga lehet, bár nem biztos téma, meg vendég kapcsán, de hogy a televíziós műsorokban azért mindig van egy pont, hogy meddig mehetsz el, honnan, hova, azért nagyon nem örülhetsz meg. Én azért ezeket próbáltam mindig áthágni, de ennek ellenére ott azért be vagy egy skatujában jó értelmeben bele vagy kényszerítve. Ezeken a rendezvényeken, a céges eseményeken, rengeteg ilyen van a mai napig is, ott meg én azt mondok, tényleg amit szeretnék. Nyilván tudva, hogy mit lehet, de hogy én tudom, hogy egy percet beszélek, vagy ötöt. Vagy tizet, vagy kettők, mindegy. Ez évek alatt nyilván már berögzült, és ezért nagy öröm egy ilyen szerelem projekt, az a mostani zongorás stand-upos fellépésem, ahol körülbelül egy fél órát, három negyedet, egy órát beszélek, közben zongorázom, én jó magam is, meg a meghívott barátom Farkas Misi, és most azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szeretik, mert hogy nagyon önazonos, és nálam ez nagyon fontos, és ez vonzott be itt, hogy ott önmagam lehettem ezeken az eseményeken, és persze párhuzamosan mindig volt rádió, meg mindig volt televízió, és ez a kettő-három vonal, ez így nagyon erősítette magát. Meg aztán jött közben egy lemez is, amit kikérek magamnak szó szerint, mert azt talán mindegy, de hát ez a lemez hozott össze. Nem volt az olyan rossz. Ez, szigorú vagy magadhoz. Szerintem nem, sem. Ez a lemez hozott össze Whitney Houstonnal. És hát most megkérdeznénk hármunk közül, ki találkozott és ki beszélt Whitney Houstonnal. Én nem. Tehát. Én emlékeznék rá. És mit beszéltetek Whitneyvel? Mindenkinek ott kb. Egy perc vagy fél perc. Elmondtam, honnan jöttem, ki vagyok. Kezet fogtunk, fénykép, aláírás. És még voltak, ez Bécsben történt. Volt, vagy mi? Bécsben. Hát, ha Bidén találkozunk, akkor az sokat tud beszélni. Bécsben volt az egyik koncertjén. Képzeljétek el, mert akkor a BMG kiadó adta ki az ön lemezemet, és akkor a nagy BMG családhoz tartozott Whitney is. Csak őt más országban és más országokban, és egy picivel többen vásároltak meg a lemezt, mint az enyémet. Az enyémet állítólag annyira sikeres volt, hogy a megjelenés pillanatában alumínium lemez lett. Tehát ami azt jelenti, hogy 6 darab készpénzes vásár volt. Mindegy, nem akarok kezdeni, hogy maga elviccelni, de hogy a dolog lényege, hogy tényleg is ott volt, és kérdeztek, hogy ki akarod, és jelentkeztem, hogy tisztelettel is. Oda engedtek, bemutattak, kész. Tehát, hogy tehát mindenek megvan az előbb említett logika szerint a jó meg a rossz oldal. Én ebben nem azt nézem, nem azt hiszem, hogy ez egy bukott lemez volt, és de rossz, és nem kellett volna. Egyébként kiváló szakemberek dolgoztak rajta, hogy minek köszönhető, hogy nem jött be egyébként akkor abból a korból a Hip Hop Boys, Animal Cannibals, még repülők, nem tudom, korszakában, ami a legszebb kritika volt, ez olyan gesztis, és az úgy lenézem, mondták miközben, nagyon örülök neki, mert hogy ő a példakép. Tehát, hogy ez így jött. Honnan jött ez az ötlet egyébként a lemezhez? Hát a Geszti Margiték hívtak fel a BMG-be, hogy hallottak az egyik rádió műsorban, hogy én itt ráreppelgettem pont a Rádió 1-ben. Én tegnap hallgattam meg ezt a YouTube-on fel, van azt ugye tudom. Biztos, nem tudom. Nem rossz, de tényleg szórakoztató. És hallották, hogy éppen reppeltem, egy csomószor volt így improvizatív dalokra. És mondom, hát igen, jó volt, igen, fogalmas volt éppen, hát ott, ami eszembe jutott. Igen, nagyon jó volt, és ezt már többször hallották, és ha lenne kedvem, akkor üljünk le egy lemez gyártás kiadás kapcsán beszélgetni. Bementem, megbeszéltük, leütöttük, aláírtuk, és csináltunk egy lemezt. Tényleg komoly zenész. Kollégákkal a szövegeket én írtam. És akkor így jelent meg 2001-ben. Ez a Hű az anyja, harsány. Hű az anyja cím. Bárkit ez érdekel, de szerintem egyébként érdemes megnézni. Föl van a YouTube-on ezzel a címmel. Kellene, most a 10-en is megnézték, hogy érjük el a 20-as bázist. Ha itt végzünk, megnézem, mennyien nézték. Tényleg többen nézték. Én tegnap például négyszer. De más doménnévről, más bejelentkezésre megy, mert akkor az úgy számít. Úgyhogy igen, volt ilyen is, hogy lemez. Igen, és volt olyan is, hogy barátok közt, én ezt egyébként föl is írtam magamnak, úgyhogy jó is, hogy mondtad, 99 volt egyébként. 99 volt? Atyai. Oda hogy kerültél? Hát Kalamár Tamás gondotta azt, vagy nem tudom ki, hogy meghív. Egyébként ez egy, ha már gyerekkor, akkor ezt feltétlenül kell mondanom, az előbb kifelejtettem, hogy az, hogy én nem színész vagyok, az tulajdonképpen egy utolsó castingom múlt. Na. Az Égigérő fű című hát az megvan. Filmben szerepelhettem volna. Na, a Berkes játszott, hanem
abban égérfűben szerint... Kis kerek pufi gyerek volt, nem? Nem az a kemény kalp és krumpli orr volt, bocsánat, igen. Nem, Krisztián, Kovács Kriszt talán. És Kocsis András kapta a szerepet, ma a filmbe jártunk be, nem tudom, 6-8 meghallgatás, egy mondatot kellett mondjak. Mi volt az? Az, hogy anya, eladó a fű. És akkor kijött, azt hiszem, Fónai Márta, ha jól emlékszem, a filmben már, és akkor azt mondta, nem nekem, hanem Kocsis Andrásnak, aki egyébként az osztálytársam volt, tehát az osztály megnézte, csak hát én csak ott... nem te voltál ebben. Könnyesre sírtam a lelkem, hogy annyira lettem volna, tényleg nagyon szeretnék, és szerettem volna színész lenni. És legalábbis kipróbálni magam. És aztán a Kocsis András, és aztán nem én nyertem, de, vagy nem én lettem, aki a szerepet kapta, de az egy nagyon nagy űr az életemben, mint fiatal 14 évesen abba adni az asztali teniszt a Bévercben, mert abban ez a két nagyon fontos gyermekkori álom, ami nem valósult meg. És most ugye így felnőtt korra jött, ugye az Barátok közt nem, hát hagyjuk is, hogy színészkedés, de hogy... De mit csinált? Vadász Viktor volt a fotósegéd, és akkor Juga Veronikával és Konta Barbarával. Berényi Kata és Hoffer Eszter. Igen, Hoffer Eszter. Megvan még. És én meg Vadász Viktor, a fotósegéd, és tulajdonképpen a két lánya párhuzamosan kavartál? Volt, adtak. Mennyi idő volt? És volt ágyjelenetem is Konta Barbarával. Azt a mindenének. Akkor az menő volt. Akkor azért nagyon sok italt kaptam. Akkor elmondjam, fiúk, részletesen, milyen volt a varjú az ágyban. Mondd, egy whisky kola, köszönöm. És akkor elkezdtük, még egyet, tessék, folytasd. Tehát az nekem nagyon jó, de szuper jó, de nagyon jó volt a forgatás, imádtam, de hát én akkor azt úgy gondoltam, ugye, hogy aki nem tudja, mondjuk el, hogy az egy komoly szerep, meg komoly szöveg, amit meg kell tanulni. Uh-huh. Én meg azt gondoltam, addig életem is az, hát, Blatt utca 5. Elolvasom, igen, láttam, így rózsapresszó megjelni, elhívja fagyizni Hoffer Esztert. De nem így volt, hanem a szövegek mindenkinek. Hát nem, minek olvasom. Eltettem. Jön a forgatás, 8 kamera, 30 szereplő, emberten stáb. Oda megyek, szia, mi van veled? De nem ez volt a szövegben. Csak én elkezdtem beszélni. És akkor először nem szóltak, és láttam, a kamerák így össze-vissza mennek, és figyelj, kicsike, egyedül vagy távol a szülők. Nem megyünk el esetleg, nem tolunk egy üdítőt, hozzá pénz, mert nálam nincs. És akkor elkezdtem így magam, amit körülbelül, ami a szöveg volt, de nem az kellett volna körülbelül, hanem szó szerint, mert a kamerák tudod utó, akkor nyitnak, zárnak, utolsó végszavak meg kell, és akkor lesz volt a rendező, jó, mindenkinek ebédszünet, levigyere fel a stúdiót. És akkor elmondták, hogy ez ilyen, itt nincs, ezt meg kell tanulni. De nem mondta el addig senki, én azt gondoltam, hogy lehet szabadom. És akkor utána egy barátommal, Tusán Lacival bementünk különböző presszókba, és ott össze kell olvasni a szöveget. És akkor ő volt, akivel párbeszédben vagyok mindig, és emlékszem, én éttermekben, meg én presszókban voltunk, én mindig néztek, hogy miért beszegszik ez a két ember közben, nem, csak a szöveget gyakoroltunk, és akkor jött ez, és aztán végül is, ami tényleg egyfajta színészi vélem, hogy a Barátok közt szoktam mondani viccesen, azért kezdtem ott az elején, mert valakinek el kellett indítani ezt a sorozatot, hogy nagyon sokan nézik, aztán 20 és szívesen, talán ezt végül, akartad még mondani. Hát mondtam nekik, hogy azért mondjuk, hogyha valamit még. És nem is hívtak, vissza voltam utka valami nagy, mindenkit visszaívunk, és pont nem voltál. Pont az alapítót. Pont az egyik, tehát annyira alaptagja voltam. És aztán nem olyan rég egy musicalben van prózai, meg azt énekes szerepem, a Puskás. A Puskás. Nagyon. Ugyan Szente Vajk barátom, a rendező író, tudta és tudja, hogy ugye a Magyarország Szeretlekben dolgoztunk 7 évig, és annyira érezzük, meg éreztük egymást, hogy félszavakból, hogy ő mondta, hogy neked tudta az égérő füves bánatot, igen, hogy valahogy mindenféleképpen. Ezt kárpótoljuk a Levit, és aztán jött az a felkérés, de itt is annyi szöveget kellett megtanulnom, és aztán végül is sikerült, itt már tanulva a Barátok közül hibával, itt már igen, meg hát itt azért, tehát énekelek is egy dalt. Te vagy Szepesi György egyébként. Ja, bocsánat, igen, Szepesi György szerepét, és nagyon, nagyon jó fej volt a Vajk, mert mondta, hogy még véletlenül sem próbáljam a Szepesi Gyurit hozni, mert abból egy volt. Abból egy volt. Te legyél Levis, nyilván ezzel azzal a szövegtartalommal, amit leírtunk, és azt megtanultam, és akkor és megyünk, és előadjuk, és vagyok. Vagy én, vagy a Gundi, de általában én, de csak megyünk, és aztán előadjuk, és nagyon szeretem. Nagyon. Azt kevesen tudják, pedig szerintem egy érdekes dolog, a pingpong karriered.
Hú, hát nem, inkább, hogy abban maradt. De miért? Ugye, mert ott... Mikor kezdted? Hát mindig ilyen 11 körül volt edzés. De ne. Pont erre gondoltam, hány évesen? Kérek szépen az ilyen, hát 10-11 évesen, és ment meg, igen. 10-11 évesen kezdte pingpongot. Igen, igen. És ez honnan jött egyébként? Nagyon imádtam, és szerettem. De várjál, miért? Az soknak tűnik. Azért akkor éred fel az asztalt, vagy miért? Mondj, miért nem előbb? Igen, hát más sportágakat előbb kezdenek. Én, mint a vízilabdásként, 8 évesen már vízilabdás. Lehet, hogy 9 volt most, pontosan nem. Jó, de azért, hogy lehet, hogy magasság kérdés? Nem feltétlenül, az nem. A kisgyerekek is simán ütik. Igen? Hát az, persze, az nem probléma. Valahogy, nem tudom, miért pont, és akkor úgy alakult, de hogy nagyon nagy imádat is szeret. Nem, azt meg tudom mondani, hogy a Barcelonának miért szurkolok, az konkrét sztori, ez nagyon, úgy nincs. És akkor lementem is a BVSC-be, mint zuglói gyerek, és ott elkezdtük az edzéseket, és na, ha valamit, akkor azt jelenti, 14 éves, amikor ugye pályaválasztás elé áll a gyermek, egyébként szerintem ott inkább a szülő választó gyerek, honnan fenéből tudnál 14 éves, és mérnök akarsz tenni, orvos, vagy a hajakat akarsz vágni. Na mindegy. És aztán apukám azt mondta, hogy hát enni, öltözni, enni, inni és öltözni az emberek, ruházkodni mindig szoktak. Ezt a ruház, styling, meg ezt divatot engedjük el. És mi lenne, ha enni és inni, tehát a gasztronómiával foglalkoznál? Mondom, jó lenne, de nem lehetne, hogy, és emlékszem, a konyhában ültünk a Semsei Andor utca 14-ben, laktunk első emelet egy, nem lehetne, hogy én pingpong világbajnok legyek? Rám nézett, elég konkrét, igen. Igen, rám nézett, hát mondjak egy világbajnokot. Csak éppen Jacques Secretent mondtam, vagy Grubbát a német, a lengyet, és azt mondja, jó, oké. Tegyük fel, édesapám nagyon intelligens, nagyon jó ember volt, szóval tegyük fel, bár minden hát tehetséged megvan hozzá, de mondjuk nem lennél világbajnok. De van egy minimális esélye, lássuk ezt be. Mondom, igen. Tényleg az a 97%, hogy és akkor mi van? De mondom, az apa, és ha igen, oké, de menjünk egy B-tervel, mert mindig, ha nem. Hát nem tudom, és akkor csináljuk azt, kisfiam, hogy akkor elindulsz szakközépiskolában, mellette, ha van időd, akkor persze lejársz, és akkor majd megláthatod. Aztán nyilván már nem volt időm lejárni, és akkor az így maradt abba, de ez egy örök olyan folt a lelkem, hogyha a bárhol látok, vettem ott a pingpongasztat, külterit, belterit, ütőket csinálok, szóval, és mindig játszunk. Jó voltál? Korosztályos szinten? Szerintem jó. Hát csapatban bajnokok is voltunk. És aztán hát nyilván akkor én nem játszottam egy meccset, de nem ez a lényeg, hanem csapatban voltam, de nagyon, tehát tudod, ez amikor gyereken, amikor felnőttként megtalad a párod, és akkor ilyen fogaskerekig összeérnek, hogy wow, ezt egy kapcsolatban is hiszem és vallom, hogy amikor valakivel összejössz, és együtt vagytok, nem tudom, egy hete, egy hónapja, és akkor arra ébredsz, hogy olyan, mintha már 10 éve együtt lentek, mert hogy annyira passzol, körülbelül ilyen volt a pingpong is. Hát lementem, emlékszem, hogy ebéd helyett mentem le, volt egy adogatógép, hogy be lehetett kapcsolni, hogy dobálja labdákat, és azzal gyakoroltam, még nem, csak én kapcsoltam fel a teremben a lámpát, és ott játszottam, és mindig jött be Zolibe, vagy Ivánba az edző, a Levi adogat. Tehát ennyire szeretem, ennyire akartam. És akkor a nagyok, hát Gergely Gábor, Takács Jani, hát Vicsek, hát Nozicsko, Gergely jó Frank. Volt a világbajnok? Igen, igen. De BVSC csak a Gábor volt. És azért azt, amikor mentek be hátul edzettek, én EU-szatos nagy függöny mögött, és akik már két részre volt osztva a terem, az egyiken a haladó a gyerekek, a másik pedig a már jobbak voltak, és amikor ha átkerültem már arra a szintre, akkor amikor ők mentek be, akkor mindenkivel játszottak egy labdamenetet. És mi azt vártuk, hogy jöjjenek a nagyok, a felnőttek. Velük egy, hát ez őrület. És aztán mondom, az abban marad, de ez egy ilyen nagyon fájó, mai napig is ilyen sajgósebb a lelkemen, de hát nem baj. Most éppen majd játszom a haverokkal, meg a kertben, meg ahova éppen van időnk, és megyünk. De azt nagyon szeretem. Olyan érdekes, hogy ahogy így mesélsz az életedről, hogy mindig így visszaköszön ez a tisztelet meg alázat témakör az általad elfogadottak fel. Ez nem általános egyébként. Most a sokadik témát mondod, ahol olyan emberekről hát nem szólt, akik így... De amikor... bocsánat. De amikor a sors összehoz például Korda Gyurival, aki ugye fogadott apám, mert fiává fogadott, és ezt a legnagyobb tisztelettel is kellett nekem is vissza, és a mai napig is nagyon-nagyon jobban vagyunk. De mondhatnám, a nagy öregeket, tehát a Charlie-tól kezdve, tehát Balázs Fetszat, itt a telefonom az üzenet, hogy én hívtam volna meg Barcelonába, és nagy Barcelona rajongó volt. Cs. A meccsre is közben ugye sajnos meghalt. Itt az üzenet a telefonomban, hogy hát Horváth Attila, és sorolhatnám, hogy amikor
emlékszem, amikor ott ültünk egyszer egy rendezvény, és ott ült a Csárdi, Balázs Fecó és Horváth Attila, minden idők legnagyobb szövegíró, hogy ott miért nincs még Kossuth, ezt mindegy, és így ülök, és így rám néz a három nagy öreg, szóval mondj már valamit, jó a dumád, jó. De mondom, gyerekek, csak beszéljetek, és így szívtam magamba minden gondolatot, és minden egyes pillanatot, hogy ez mi azt jelenti, hogy a Korda Gyurékhoz bemeltek a lakásba, a házba, vagy ott alszom, és vele van a Gyurival közös szám, ugye csináljuk a fesztiváció műsort, csináltunk a mai napig a Magyar Televízió három legnézettebb műsora közt volt. Az első döntőt, szerintem ez 10-15 éve ezelőtti műsor volt akkor talán, igen, 2.600.000-en nézték meg. Gondoltok abba bele, hogy az ma mit jelentene. Tehát, hogy ilyen emberek hozott össze, és nem tudom ezt másképp, mint egyrészt a sorsnak vagyok nagyon hálás, és velük találkozni, beszélgetni így privátin, az valami bődületes élmény. Ezt a mai napig én nem Fenyő Miklós, tehát tényleg, miről beszélünk? És a mai napig nem tudom feldolgozni, hogy nekem ezek az embereknek a telefonszáma itt van, és felhívhatom, és leülünk. És föl is veszik. Föl is veszik, és leülünk, és beszélgetünk kettesbe. Náluk, étterem, kávé, bármi. Szóval ez nekem egy ilyen nagyon nagy megérkezés. Hát most képzeld azt, amikor fiatalon hallgatsz egy Hungária számot, vagy egy Eddát, és most fejben a Pataki Attikám. Nagy Feró. Tehát, hogy... Megértem. Én Beatrice-s volt. Hát volt baboskendőm, kitűzöm, bikini Beatrice, és most fejben van Ferót, és 1000 kép, és megölel. Mi van? Azt nem mondom, hogy hívjuk egymást, de mi van? Milyen? Átölel. Szóval, hogy egy ilyenbe belecsöppensz, egy egyszerű srácként, és nagyon nem elfelejtve, hogy honnan jöttél, a mai napig is nekem ugyanazok a barátaim, kivéve az ilyen szakmai barátságokat, meg az ilyen ikonokkal való találkozást, hogy ezt nem nagyon tudom hova kódolni, vagy feldolgozni. Egyszerűen elfogadom, és nagyon hálás vagyok, hogy ők a barátom, hogy én a barátjuk lehetek. Honnan vannak egyébként a barátaid? Nyilván nem a szakmai. Hát figyelj, mi a gyerekkorból mindenki hülye, mint én. Tehát mindenki, van akiből lókötőle, van akiből bűnöző, van akiből államtitkár, mindenkiből lett valami, és egyébként ezért szép az élet, hogy mikor ott ülsz 14 évesen haverokkal a kilátótéren, komár mopedet tekerve és berekteted, akkor ott van tényleg 14 letisztult lélek és egy kis felnőtt. És aztán mindenki így, az élet így a szélrózsa minden irányában szétlövi őket, és egyikből orvos lesz, másikból pincér, vagy bóc, vagy bemondó, vagy teljesen mindegy, vagy fodrász, és talán meg találkozunk folyamatosan közben, és akkor mi külünk az asztalnál pár egy éve, nem tudom, régi barátok, hogy dumáltunk, mint egy ilyen érettségi találkozó, kiből mi lett, és azt látod, hogy hát milyen jó, hogy így együtt vagyunk még, és megvan a barátság, de igazából ezek mind a gyerekkorból datálhatók a barátok. Nagyon ezen nem változtattam, és nem is. Nem, én 30-40 fölött már nincs nagyon barátságfelvétel. Sajnálom, hogy egyikből se lett mondjuk, nem tudom, miniszter, nem tudom, bár nem biztos, hogy ezt sajnálni kell. Mindegyik kiváló elme, kiváló ember. Összejárunk, borozunk, nevettünk, nagyon-nagyon sokat nevetünk, jól érezzük magunkat, de hát lehet, az hiányzott volna. Ha kicsit fifikásabban választok barátot, és céltudatosan, és an irányba megyek, hogy nézzük kiknek, milyen szülei vannak, és ahhoz a családhoz megyek, akkor lehet, hogy más lett volna, könnyebb lett volna, de a Johnny Depp mondta egyszer, semmit sem sajnálok, amit átéltem és megéltem az életemből, és semmit sem hiányolok, amit kihagytam, mert minden tulajdonképpen úgy volt jó, ahogy, és tökéletes, nagyon boldog gyermek és középkorom volt, meg hát még most is, fiatal gyerekként ülök itt. Hogy jött neked a rádió? Bocsánat, hogy mi beszélgettünk egy párszor, hogy van egy-két, nem mondom, hogy egymáshoz hasonló, de egy-két olyan történet itt a magyar, nem tudom, ilyen közéletben, akik vagy hozzád hasonlóan, vagy te hozzájuk hasonlóan, ilyen egyáltalán nem volt ez így predesztinálva a gyerekkorodban a Levente arra, hogy te közismert rádiós, ráadásul most lehet, hogy ma már egy kicsit változott ez a piac, meg higult, meg más a rádió szerepe, mint ezelőtt 15-20 évvel volt, de hogy a 2000,
2000-es évektől talán ilyen 15-18-ig, most lehet, hogy sokat mondtam, de 2000-től 15-ig, vagy 95-től 15-ig. 20-ig, ezt megbeszéltük az előbb. Akkor 20 rövid távú memória szabad. 20-ig, hát 50 vagyok én is, Mihály egyik kegyetlen. De ugyanazok vannak most is, lásd Bocskor Balázs, én velük kezdtem. Az, hogy én miért nem vagyok ott, azért megint másik műsor. De még ott nem tartunk ennél a kérdést. Ja, inkább hogy csak indult? Az volt a kérdés, nem, hanem hogy a Harsányi Levent ez egy meghatározó alak volt ebben a, hát talán a Bocskor tudtam volna még ott mondani, hát a Sebestyén Balázs akkor még, amikor te voltál. Nem, hát én adtam utána, a rádió DJ-be, igen, és utána jöttek. Sebestyén Balázs, meg, hát meg a, meg a talán Palikéknek volt valami műsora, vagy? Igen, talán. De az nem volt meghatározó. Tehát, hogy így kb. Ez. Én amikor rádió egybe bementem, akkor annál szexibb dolog, de mégis férfi fejjel is, meg hogy sejnt egy kereskedelmi vezető egy rádióban, most ez fontos láncszem, de egyébként hát nem az a legfontosabb, hogy egy Harsányi Leventével ott, az egy ilyen embertelen nagy dolognak éreztem én meg. Hát, vagy köszön, éltem én meg. Köszönöm, ha így gondolod. Hát úgy indult, hogy lement az aszfaltbetyár, ugye TV3-on elindult, és aztán egyszer Huszti Laci nevű kollégám mögém ült egy moziban. Már most tudom, mit néztünk. És akkor mondja, hogy Harsányi Levente, és mondja, igen. Mert ez a műsor, az aszfaltbetyár, az neki nagyon tetszik, és nem lenne kedvem ezt rádióban? Hogy megismerkedünk az utcán, azt nem tudom összetenni. Csak hangval erős. Mint amikor egy bizonyos testület tagjait megkérik, ugye a gyerekjáték kapcsán, hogy az a műanyag játék, a csillagot a csillagba, tudod, a 3x3, és utána a felmérés eredménye, hogy a felmérés szerint a megvizsgált emberek 90, vagy 5%-a nagyon okos, 95%-a nagyon erős. És akkor kb. Itt is ezt éreztem, hogy tudjuk ezt átvinni a tévéből a rádióba. Nehéz ügy. És aztán meghívtak, és volt egy kiváló vezető, Márton Dávid, akivel leültünk, és az ő és az én közös ötletem, hogy ennek a rádiós adaptáciát valahogy oldjuk meg, magyarán legyen egy ilyen társkereső, párkereső valami, de mégsem úgy, ahogy, hanem csavarjunk rajta. És akkor indult a Telefonbetyár című műsor, az volt az első, és azon műsoromért azt hiszem 3 médiadíjat is kaptam, arra is nagyon büszke vagyok, hogy ugye ez arról szólt, hogy felhívtak engem bizonyos hallgatók, szia Levi, Fetter Balázs vagyok, parancsolj Bazsika, hát meg vagyok a kapcsolatomban Bibivel, így hívják a barátnemet, de úgy érzem, hogy van egy kis Bibi a kapcsolatban, fel tudnád-e hívni álnéven egy kamusztorival, ha stabil, és azt mondja, hogy én vagyok neki, és akkor nagyon boldog leszek. Ha nem, akkor meg mondom, igen, akkor kirúgom holnap. Mondom, azt talán mégse. Na mindegy, és akkor tudom, erről szólt, hogy megerősítsük bizonyos kapcsolatokat, avagy ha úgy alakul, akkor majd ők eldöntik, hogy ezzel mit csinálnak. Mindig elmondtam, hogy ebben én daganat vagyok, de nem rossz indulatú, tehát én jelen vagyok, segítek. Mindenki csak úgy vállalja, ha nem öncélúan hívtam fel embereket, hanem ők kérték. És akkor az elindult, és ez volt az első, és ott csúfos dolgok voltak, azért nagyon nagy százalékban mondtak igent a hölgyhallgatók. Volt úgy, hogy fiút kellett felhívni, akkor nyilván a húgomat akartam neki eladni, vagy nem tudom. Én emlékszem. Már nem én nagyon szerettem ezt. És akkor igen, ez ment egy-két évig, és így indult, és ott kézzed, olyan deal volt akkor, 98-at írunk, amikor azt mondta Márton Dávid, hogy nem tudom, hogy ez bejön, nem jön be, fizetni most így, egy teljes látatlanban, vakságban annyira nem szeretnék. Ha benne vagy te is, próbáljuk meg, és ha jó, akkor becs szó, mondta Dávid, aki mindig betartott a szavát, akkor viszont elszámolunk, ahogy a horgászok mondják, busása. És ott ültünk, elkezdtük, és hihetetlen gyorsan, nagyon-nagyon nagy népszerűségre tetszett, és ahogy ő mondta, nem tudom, eltelt fél év, leültünk, visszamenőleg is elszámoltunk, és kiemelt része lettem a rádió egynek, és hosszú évekig voltunk és dolgoztunk együtt. Ez volt az első rádió, így jött. Ide el kell mesélni egy személyes történetet a Levivel. Melyiket? Nem tudom, hogy Dr. Love vagy Dr. H volt. Valami ilyesmi volt. Rádió egybe egy ilyen... Valentin napi műsorszám, mint ahogy így összeraktuk, hogy mi is volt ez, hogy nekem volt akkor éppen egy aktuális párkapcsolatom, egyébként jól meg is voltunk, egy szőke hölgyel éltem együtt, és az volt a Levi felütés, hogy pont nem tudom, vagy időhiányában, vagy valamiért az volt az ötlet, hogy telefonáljak be én a Levinek. És ez akkor jó ötletnek tűnt. Ez akkor még nagyon klassznak tűnt.
És akkor azt mondta, kérdeztem, jó, Levi, hát csináljuk. Persze, beültünk a stúdióba, és akkor kérdeztem, hogy mi a feladat, mondta Levi, hogy hát ő azt szeretné, hogy telefonáljak be, és vessen fel azt a problémát, amit ő majd Dr. H vagy Dr. Love megold, hogy én együtt élek a barátnőmmel, de aki valamilyen típusú, mondjuk szőke, vékony, és hogy de megismerkedtem egy barna, teltkarcsú, csodálatos nővel, mind a kettőt imádom, szerelmes vagyok, és hogy abban segítsen nekem a Levi, hogy hogyan tudnám azt otthon elővezetni, hogy költözünk össze hármasban. Tehát egy elmebetegség első felítés, de az egy jó hangulatú időszakot ott a rádióegyben, és valóban jó ötletnek tűnt. Beültünk, és nem ment, kétszer-háromszor fölvettük, nem ment, és akkor hát volt egy barátnőm, akinek volt egy neve, volt olyan kolléganőm, akire ez ráillett ez a... Na, és akkor kérdeztem alatt, hogy csinálhatjuk-e úgy szerintem, mert nekem úgy könnyebb lenne, hogy akkor a nevük név alapján szólítom meg. És mondta Levi, hát gondolom már ment volna haza, vagy valami, mondta, hogy persze Balázska, csináljuk, ahogy akarod. Na, így volt, fölvettük így a kiváló műsort, aztán eltelt nem tudom mennyi idő, és egyik nap mentem a éppen aktuális szerelmemért a Ez már valós szerelem. Ez igen, és beült a jobb egyre, és indultunk haza. És nekem hát így munkaköri ártalomként állandóan be volt kapcsolva a rádió egy, nem tudom ez hány óra volt, de valamikor így 6 körületet, és akkor bejátszották ezt, hogy és akkor Dr. Love ma megmondja. Best of, ismétlés. Igen, ismétlés, és betekes, akkor nyilat belém, hogy ebből baj lesz. Így is lett. De hát így próbáltam az ember ilyenkor mindent megpróbálom, hogy már úgy unom ezt a rádiót kapcsolatot. Nagyon szereti. A Levit amúgy is nagyon szereti. Jó, ez a műsor, hallgassuk. Közben dudáltam, mindent csináltam, csak hogy ne derüljön ki, amikor, de hát tudtam, hogy mindjárt megszólalok a rádióba. Egyszer előjött a pillanat, és onnantól kezdve, mint egy vadászkutya, hát hogy csapja a fülejét a barátom, és hallgat, hogy ez nem te vagy. De. És akkor hát szépen. Név is, hang is. Meg rólam beszélt, még az elején örült is. Igen, jaj, de és jó. Akkor így végigmentünk az egészen. Élet nem, innentől nem folytatom, mert abszolút magánjellegű, de életem legkeményebb éjszakáján voltam utána túl. Ezt nem tudom megmagyarázni. És köszönöm Levente ezután is. Bocs, volt én is, volt olyan, hogy egy elnézést utólag is, de lehet, hogy jót tettem vele, nem tudom. De nem volt bennem rossz szándék, és azt mindig elmondtam, mert volt olyan barátom, aki felhívott, hogy Levi, teszted már, mert hallom, hogy ez neked nagyon megy. És mondtam, Bálint, biztos? Akarod de nyugodtan, megbízom benne. Ezt már hallott. Nem miattam, mert de semmi baj nem lesz. Kellemetlen. Figyelj, és bocsánat, bebukott a hölgy, és utána, és milyen fura, ezek után ő is megadta neki a számom, lecseszett, de nagyon, és aki kérte, és mondtam, hogy Bálint inkább nem, mert ő is, hogy lettek ilyen szemét, hogy elcsábítottam, de hát konkrétan te kérted. Na de hogy, na szóval azért ez egy veszélyes helyzet, és mindig elmondtam, hogy ez, és mi magyarok azért nagyon szeretünk mások, hogy mondjam, kárára, igen, örömködni, meg nevetni, és ez is kb. Erről szólt, de mégsem ez volt a cél, és aztán utána ezt abba is hagytam, azt nem tudom, mi volt az utolsó csepp a pohárban, amikor fej volt egy fiatalember, Béla, és mondta, hívjuk fel szeremét, aki Laci, és akkor mondtam, hogy hát ezt még így viccből megcsináltam, és őket is össze tudtam ugrasztani, és akkor mondtam, hogy hát akkor itt most ezt hagyjuk is, de hát nagyon-nagyon tartalmas és vicces volt, de mint mindennek, ugye ennek is vége lett, azt hiszem, hogy 2 évig csináltuk, és öröm, és onnan, és utána 98 és 2000-ben indult a Roxy reggel, Roxy riadó, és az is nagyon-nagyon szuper nagyot volt. Ment az is, a Roxy, nagyon, akkor és utána itt szépen volt. Szinte mindenhol. Tehát hosszú éveken keresztül a Roxy volt ugye annak idején a leghallgatottabb rádió, de utána, hát most nyilván nem csak te kellettel hozzá, hanem más szakértő is, mint a Bertók Laciék egyebek, ja, fly, jött a rádió, egy McFly, hogy az is a leghallgatottabb rádió volt egészen a bezárásáig. Mi a Roxy-val akkor annak idején megvertük ugye a Bocskorékat, a sláger országos lefedettségű, és mi a Roxy-val ugye nyilván ott integráltam Budapest és környéke, de akkor megvertük őket hallgatottságban, és ez nagyon sok rádióban így volt, ennek nagyon örülök, nagyon büszke vagyok, és minden nagy örömmel. Miért lett ennek? Bocsánat, mondjad, Lila. Semmi, csak hogy egyébként a rádiózás vagy a tévézés áll hozzád közelebb. Ez nagyon jó kérdés. Mindenkinek megvan a maga élménye. A rádiózás talán olyan szempontból hozzám jobban fekszik talán, hogy ugye a rádióba bemész rengetegszer, borostásan, hülye hajjal,
őrült karmester frizura, érted, még egy feltaláló, akinek egyetlen találmányát sem fogadták el, ilyen hajak kamizbe. Ez érdekes lenne megnézni, hogy milyenek a rádióban az emberek. És még a tévében nagyon mindig úgy kell kinézni, a ruhának, a hajnak, úgy kell beszélni. Jó, nem tudsz egyet büfizni, bocsánat, a rádióban elhajol. Ezek kicsit könnyebbé teszik a közlést. Ugyanakkor a rádiónak azért van egy olyan oldala, ugye ez egy ilyen, hogy mondják, ilyen képfestő médium, tehát ez a legjobb kifejezés, hogy ott azért az nagyon sok mindenre pluszban megtanított, hogy ott úgy kell elmondani valamit, hogy ő nem lát. Nem lát. Tehát, hogy el tudja képzelni, azért nyilván ez szókincs, és tapasztalat, csomó minden hozzátesz az életet, ez még a tévében egy bármilyen kézmozdulattal tudsz helyettesíteni szavakat, hogy ilyen szempontból talán könnyedebb. Az egy nagy, bocsánatot kérek, szívás, hogy én mindig reggeli rádiót csinálok. Igazából a legjobb az lenne a reggeli rádiózás este, de az meg más shift, hogy shift adás, hogy meg a délután csinálod. Ez volt nekem, talán a kellő, nem is tehetségem, adottságom, de ilyen szempontból talán könnyebb. De meg a tévének pedig olyan ereje van, azt mondják, az egészséges, ha a kettőt együtt csinálod, vagy előtte a tévében, vagy aztán rádióban, szintén van egy ilyen rádiós mondás, hogyha mielőtt megszólalnál, tudják, hogy ki vagy, fura, azért az egy nagy előny. És az nagyon sokat jelent, nagyon sok tévés rádiós személy van egyben, de van, akinek például nem jött be nagyon a tévé. Na, viszont nagyon bejött a rádió, pont a bocsiék pont jönnek, de a rádió nagyon, és próbáltak egy csomó tévéműsor, azt meg valahogy nem, ők nem jöttek át valami miatt. De hogy nálam inkább a rádió egy kicsit, de imádtam a tévét is mai napig mindig, bármilyen tévéadásról volt szó. Ugye volt egy Roxy, volt egy rádió, hogy aztán jött a Music FM. Rádió DJ jött a Roxy után, rádió DJ-t voltak meg az rádió olaszok DJ. Két évig, utána jöttek oda a Balázsék utánunk, aztán talán meg is szűnt a rádió, és aztán visszamentem a rádió egybe, ott aztán megint 9 év, és aztán elindultuk a Music FM-et, ott is volt 2 év, és aztán Petőfi Rádió, nem is tudom, 6 évig. Az sok volt. Annak lett egy, vagy 2 éve. Annak, az sajnálom, az egy nagyon jó felület. Országosan nagyon szerették, én is nagyon szerettem. Azt nem is tudom, annak miért lett véget, csak szóltak pénteken adás után. Ez egy ilyen rádiós bevett szokás valami miatt, hogy nem szólunk, de már érzed a levegőben, hogy ott van, és akkor lemegy az adás, beívnak, és akkor hát köszönjük. Mit? Hát az eddigiek. 5 évet. De most a rádiózásban ez így működik, csak ezt ilyenkor az ember úgy próbálja megemészteni, még ennyi idő után is. Hogy néz ki egy reggeli műsorvezetőnek egy reggele? Meg nyilván, hogy te 2 gyereket, időszakosan nálad voltak a gyerekek, tehát biztos próbáltatok erre. Hát az el sok éven keresztül, persze, együtt voltunk az anyukájukkal. Hát egy 5-10-es kelés általában. 5-10-kor kelsz. És azért nekem nagyon sok rendezvény, meg hát a Gangs az Olival híres barátságom, hát az Oli 2 dolgot nem ismer az életében, 2 szót. Egyik a Real Madrid, bár ez 2 szó, de ez neki 1, az is a kukába való, ő ezt mindig így mondja. A másik pedig a délelőtt, tehát a napszakot nem ismeri. Hát aztán, mint a gyermek, aztán persze ő ismer. Ő, ha hiába reggel 5-kor, 6-kor ment haza, 6-10-kor, miután belőtte a sérót, elvitte a kislányát óviba, iskolába. Tehát ő nagyon, nagyon példás apuka. De tehát vele meg a bulikkal való kapcsolat révén egy csomószor ki tudtam magam menteni, hogy gyerekek, nem tudok menni, mert reggel rádió, de nagyon sokszor mentünk évfélig, 1-2-ig, akkor haza, amikor nem voltak gyerekek, és utána felkelni 5-20-10, tehát egy 3-4 óra alvással toltam rengeteget, és majdnem minden hétvégén mindig fellépés, rendezvény, fesztivál sorolhatnám, és mellette közben még televíziók is, tehát hogy egy ilyen mosott őrülékként esik be az ember, ha nem csinál mást. És aztán utána jöttek a gyerekek is, na most akkor gyereket fektetni, és közben éjjel felébred a gyerek, ő nem azért ébredt fel, mert tudja, hogy te rádióban mész reggel, ő felébredt hajnal 2-kor. És akkor váladon altatod, és 5-ig kiesik a szemed, és 5-20-kor bemész, és a hallgató nem arra kíváncsi, hogy te fáradt, ő is fáradt. Neki sem aludt a gyereke, ő azért kapcsol be, hogy én neki jó kedvet teremtsek valahogy. Úgyhogy az egy nehéz időszak volt, de mai napig is ugye van, sportrádióban vagyok, 5:20-10 kelés, bemész, és akkor sokan azt gondolják, 10-kor vége, persze nem, azért utána van egy megbeszélés, hogy mi lesz másnap, és talán megyek tovább. Munkaebéd, megbeszélés, ide-oda, gyerekekért, vagy edzés, vagy most szerelmemmel voltalkozás, vagy elmegyek egyet edzeni, vagy elmegyek, hát a mindennapos dolgom. És ez ilyen 50 pluszban, ez azt jelenti, hogy amikor hazaérsz, és mondjuk egy picit otthon vagy délután, akkor szívesen lebubukázol egy órára? Hát mint az állat. Ha akarok, ha nem. Tehát én már nem tudod irányítani. Így eldőlök, és van egy kutyám Jácint, aki ugyan Jácint, de hogy lány. Nekem volt egy kollégám, ugyanígy hívták, és fiú volt.
Mert ez egy hiszen férfi név. Hiszen egy férfi. Csak ezt vele meg kell beszélni, mert csomószor, és úgy szoktunk aludni, hogy én fölmegyek, és akkor hagyom a tévét. Milyen típusú kutya játszint? Sárpej. Annyira, tehát nagyon nem okos. De ugye ott nagyon-nagyon kell tisztani a szemét meg a fülét, és most arra úgy állunk, egy 8-9-es, hogy szerintem egy 80-90%-ban látássérült, és teljesen süket. Tehát, hogy így vagyunk. Tehát, hogy idős kutya? Hogy? Idős kutya? Hát 8-9. Nem ennyire veszélyes a helyzet, de kb. És akkor elmegyünk sétálni, akkor egyet látnak ott a nagy pusztaságban, zuglóban, van egy gazdi, én, petárdákat, és elindul más irányba gyorsan. Tehát, hogy nem tudom, hogy néha, hogy a szaglása talán még jó, és no. Ez jó nekem, álltak egyedi az illatom, és ez ilyenkor segít. De félretéve a viccet, szóval, hogy játszintat van otthon, és akkor vele nagyokat szoktunk aludni, és akkor néha bekapcsolva hagyom a tévét. Most megfigyeltem, hogy politikai műsort nem szabad neki hagyni éjjelre, mert reggel olyan zaklatott lesz. Nem látja, csak így halkan megy. De délután simán, hát kutyával ott eldől az ember, az nagyon kell. És mondom, rájöttem felnőtt korban, hogy a délutáni egyórás kis siesta, kis pihikézés, aranyat. A világ, ha azt valaki megteheti. Egy haverom a munkahelyén teszi ugyanezt, és ő még nagyobb zseni, én meg otthon, amikor lefekszem délután, de ez nagyon sokat tesz és ad hozzá az életedhez. Kell, hát vissza kell pótolni, amit akkor kiadsz, bár beszélgetésünk elején mondtam, hogy valamit nem lehet gyerekkorban. Saját farkába harapó kígyónak tűnik most, amit mondasz. A délutáni szép alvás. Igen, ez egy nagyon szép költői kép, ezt képzeljük azért el, de hogy tényleg, és annál, és nem kell több, mint 40-45 perc. Egy tanítási óra, 45 perc, az alatt szépen. Abban az éber álomban kell lenned, hogy nem alszol emélyen, ha oda külvilág zajít, azért hagyok valamilyen televíziós műsort, vagy bármit szóljon, háttérben zenét, mert akkor becsukod a szemed, kicsit alszol, de mégis tudod, hogy azért körülötted még a világ mozog és működik. És 40-45 perc múlva felébredsz magadtól, tájink, kipattanak a szemed. És így nézel ki délután. Igen, és mintha, ugye? Ugye? Mint magáért beszél. Mi se történt volna. A legjobb cégér. Ennyi, igen. Sokszor esett már szó a gyerekeidről. Mesélsz egy kicsit róluk, meg hogy milyen apukának tartod magad? Életem sok jó döntése volt. Ők ketten a két legjobb. Harsányi Nándor Levente, kisfiam. Nem sokára 15 lesz. 14. Márciusban lesz, 2024 márciusában lesz 15 éves. Nagyfiú. Minden szülő felteszi a kérdést, Bazsi, te is, és mindenki. Hol van az a 15 év? Tehát, hogy tulajdonképpen igen. És szuper jó, mindig is nagyon jó fej volt, most aztán annyira szuper jó srác, hogy ezt nem tudom szavakba önteni, ezért nem is megyek bele részletesen, de hogy tényleg szófogadó, jó fej, elviseli apa hülyeségét, időben hazajön, vannak bizonyos szabályok, amikről beszéltünk, betartja, oda mehetsz ki sem, nyilván többékes, ahova szeretné, csak tudjak róla, ha menteni kell. És akkor szól, üzen, apa, szeretlek, itt vagyok. Most mondom, tökéletes, nem foglak zaklat, csináld, aztán majd gyere. Ő az egyik, szőke kékszemű, és tényleg szuper, ő imád focizni, nagyon jól tanul, tehát ebben nem biztos, hogy rám hasonlít, nagyon jól tanul, most angol nyelvvizsgára készül, közben elkezdett spanyol is tanulni, szóval nagyon nagy öröm az ő jelenléte. Van az ő kisuga, Harsányi Lilla Boglárka, aki már egy másik kaszt, mindig azt mondják, hogy az úgynevezett, hogy mondjam, nagy életet élő apukáknak majd jön egy kemény ellenpólus, a kislány, és ő gatyába rázza őket, és ez így igaz. Harsány Lilla Boglárka az egyik legkedveltebb női személy az én szívemben, meg az életemben. Hát ő aztán 95%-ban édesapát tartalmaz, kívül belül. Mondta is a doki, hogy hát igen, most nagyon úgy néz ki, de nyugodjak meg, majd kinövi. Mondom, én egy nőnek sem kívánom, hogy úgy nézzen ki, ahogy én, de ő tényleg nagyon szép, mindenki az a saját gyermekéről, én is az enyémről, csodálatos kislány, 8-9 éves, és ő is nagyon jól tanul, céltudatos, egyébként nagy köszönet az anyukájuknak, aki javarészt velük vannak, ugye mi külön vagyunk, de nagyon-nagyon odafigyel rájuk, és amikor mi együtt töltjük az időt, akkor nagyon sok pihenést, nagyon sok nevetést, nagyon sok életet teszünk bele az együttlétbe, és ezáltal szerintem most nagyon jó. Mind a két gyermekem, mindig is jó volt a kapcsolat, de mind a két gyermekem nagyon-nagyon jó a kapcsolat, mondom, jól tanulnak, szépek, egészségesek, ez a legfontosabb kettő utóbbi, és szeretik anyukájukat, apukájukat, egymást, bár tegnap azt mondja a kisfiam, a Nándi,
miközben elaludtunk, hogy valamit visszakérdeztem, hát a Lilla pont ugyanilyen apa, hát ugyanilyeneket kérdez. Vagy lehet ilyen hülyességet? Hát mondom, miért hülyeség? Mert ő is ilyeneket kérdez. Ugyanolyanok vagytok, tényleg. Úgyhogy így vagyunk mi, így szűken, de csodás mind a kettő. Tényleg egy szavam nem lehet. Nagyon hálás és büszke vagyok. De szépen beszélsz róluk, öröm hallgatni. Nagyon, mert az, mert, hát, hogy mondjam, ugye tényleg az élet értelme, hogy az ember gyermekeket szüljön, és vagy neveljen, és azokban megkapja az élet értelmét, tisztelt azoknak, akiknek mondjuk nem lett, de bocsánat, de hogyha van, akkor annyira jó. Ugye azt mondják, a gyermeknevelés, az a szülő valamilyen bizonyítványa. Azt mondják, ugye a gyermek, hogy mondjam, sikertelensége is a szülő egyik hibája, valamint a sikere is azért az ő büszkesége, és az, aki, hogy eltöltse, és azért ugyanígy vagyok. Én mindig rávilágít arra, ha bennük látunk valamit, akkor azt mondja, hogy az mi ronthattuk el, hiszen megkapod tisztán, letisztultan, kapsz egy olyan csodás kis embert, akit te nevelsz. Te, ahogy szoktam mondani, te bútod, te töltöd fel applikációkkal, történetekkel, élménnyel, és abból lesz a végén valaki, aki, ha te hülye voltál, és rossz csináltad, akkor az a te hibád. De ha szerencséd, akkor ezt majd ő vagy kinői, vagy átalakítja. De most ebben a stádiumban vagyunk, ebben a nevelési korszakban, hogy ők most nagyon jó irányban vannak, ezért én is mindent megteszek. Fontos jó példával előttük járni, nem csúnyán beszélni az autóval, és autóban ezt senki nem tudja, ugye ezt senki nem tudja betartani, meg sok olyan dolgot mutatni nekik, és ez néha nagyon fárasztó volt, és fárasztó is a mai napig, de közben rájöttem, hogy csak ennek van értelme, hogy őket úgy az útjukra bocsátani, hogy te önmagadnak el tud mondani, hogy amit én tehettem, azt majdnem 100%-ban meg is tettem. Úgyhogy húznak jobbról-balról, munka, párkapcsolat, betegség, csomó minden, de nem szabad, valahogy ezt nem szabad elfeledni, elengedni, és keménynek kell lenni, és beléjük minél többet beletenni, tudást, értéket, tapasztalatot, egy csomó minden, amitől ők értékesebbek lesznek, és aztán utána pedig, hogy kirepülnek, mert elég hamar kirepül mindenki, akkor utána azt lásd, mint öreg, veréb apuka, hogy a fiókák jönnek vissza, és olyan jó, és tegnap azt mondja a kisem, imádom az öreg autókat, néztünk egyet, apa, most én úgyis nagyon jó, komoly vállalkozó leszek, sok pénzem lesz, kapsz egy ilyet is, mert ezt most nagyon szeretné, egy drága autó, és kapsz egy ilyen szép órát, mert szereted a szép órákat is. Köszönöm, kisfiam. Szeretnek ezek a gyerekek téged, úgy hallom. De hogy ez a legfontosabb visszacsatolás. Hát mi más az életben? Nekem tegnap este, csak így most jutott eszem, hogy ült a kislányom az ölembe, 4,5 éves az Elza, ült az ölembe, és így elkezdte simogatni a hasamat. Hát így van rajtam, tehát nyilván nem vagyok egy görög isten, de elkezdte simogatni, és azt mondja nekem, hogy apa, neked olyan nagy hasad van. Hát tudod, beleszúrt a szívem közepébe, edzek, igyekszem, figyelek. Nem, azt így meg kezdtem elkeseredni, azt mondja, én úgy szeretem, hogy ilyen nagy hasad van. Na, tehát, hogy oké. Ez a lényeg. Ez. Van nekem még két témám, illetve a Lilával két témát még szeretném megkapni. Bármit. Az egyik a szerencsejátékhoz való kóros vonzalmad. Van ilyen? Van, már mai napig megmaradt, és ezen változtatni kellene, de most legalább kordában tudom tartani. Bár amit jelent. Kordában. És én nagyon-nagyon-nagyon a rabja voltam. Szerintem ilyen játékfüggő szenvedélybetegség. Ott osztál, mit csináltál? Nem, amikor bejöttek ezek a különböző nyerőgépek, különböző helyekre, szórakozó helyekre, és vagy nem tudom, pubokba, kocsma, éttermekbe, akkor jött nagyon gyümölcskosár, meg ilyet, ezt megőrültem. De ez 13-14 éves koromtól datálódik, amikor a Dobutcai Általános Iskolába jártam, és ott volt mellett egy ilyen Café Bar nevű valami, ahol Crazy Frog és Phoenix nevű játékokkal ütöttük el az időt a srácokkal. Annyira bugyut a tartalmak, de mindegy is. És akkor így beszippantott ez a virtuális világ. És aztán utána ugye ilyen póker, meg az előbb említett gyümölcskos, meg egy csomó, hát annyi játék, ilyen nyerőautomata. De póker az mint kártyajáték? Nem, mint a gép. És emlékszem egyszer, a Veritas Panziót béreltük az egyik barátommal, és hoztunk egy ilyen gépet, letettük, ez jó pénz, nekünk is kapunk ebből ennyit és ennyit. És jó, oké, én voltam az éjszakás, és mindenki lefekült, bezártam a hotel ajtaját, és ott hallottam a gépet. Tudod, meg ez zenék, beszéd, stb. Oda mentem, hogy néztem, beteszek egy 2004-et írunk. Beteszek egy 1000-est, mi bajom lehet? Így el is tűnt azonnal, egyet nyomtam. Ja, bekínáltam a téteket, mert 1000-es tétek. Egyet. Rögtön. Jó,
hát akkor tegyünk bele még egy ezrest, most visszanyerem. Ez egy bugyutább hozzáállás. Nyilván. Ebből élnek. Hát igen. 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 Ezt betettem, a gép elég hamar beszívja azt is, állítottam a téteken, ott már nem egy nyomás, hanem háromra vesztettem el. 2000. Akkor most beteszek 2000-et, és megduplázom a tétet, és akkor egyből visszanyerem. Még hülyébb hozzáállás és magatartás. Ja. Még 2000. 2004-et írunk, akkor betettem, akkor 7 perc alatt vesztettem ezt. Figyelj, a dolog lényege, hogy 2004, azt hiszem, hogy 300 000 forintot tettem bele. A gépbe... Már bocsánat, nem pénzt tettem be, hanem volt egy kulcs, és azzal kódon, bocsánat, nem pénz. A kulcs, de azzal el kellett számolni. És... De egy este? Egy este. Hát 300 000 forint. Volt baj, Levi. Hát ez a még dupla, ez... még dupla, még dupla. Ez egy borzasztó spirál, ahol az ember, ha belekerül, nem tud kikerülni ebbe az egészből. De közben nyertél egyszer-kétszer csak? Egyszer-kétszer nyertem is. Aznap nem. Vagy lehet, hogy talán egy kicsit igen, de alapvetően nem. És... akkor emlékszem, volt egy barátom, aki ezzel foglalkozott ilyen gépekkel, és felhívtam, hogy figyelj, gyere ki, mert nagyon-nagyon nagy a baj. És kijött a kis aktatáskával, a kis laptop, nem tudom mivel, jött, és azt mondja, hűha. Most a dolog lényege, hogy reggel valamit rákötött, bekötött, azért mondom, mert most már elévült, rákötött, bekötött, nem is tudom már miket csinált, ki volt, az elejét kiúzta a gépnek, a hátfalát leszette, ott is valami krokodil csipeszekkel, piros, fekete, mindent, ne tudjátok meg, ilyet nem is tudom, melyik filmben láttam utoljára, és aztán reggel, emlékszem, reggel 6-ig ment valami, tekerte, a lényeg, hogy vissza tudta tekerni a digitális számlálót, és reggel azt hiszem 3 000 vagy 4 000 forint lett a mínusz. Hát az még kezelhető. És akkor azt mondtam, hogy na akkor no way, és beszéltem egy barátommal, akinek szakembere, az én szenvedély függőség betegségeknek, és akkor mondta, hogy javaslott, hogy vegyek otthonra egy ilyen gépet. Mm. És akkor vettem, van is otthon egy gépem, kettő is, az egyik egy gyümölcskosaras, azt hiszem 5 éve nem kapcsoltam be, mert ha ott van és elérhető, akkor... Nem olyan csábító. És kísértése. Két érdek. Meg van egy másik, amiben 500 játék van, többek közt ilyen is, szerencsátok is, és azt néha bekapcsolom, abban van a Crazy Frog, Donkey Kong, meg ilyenek, fiatal gyermekkorunkban ezek a két játékok. Két képernyős, ugye? Nagyon, a Donkey Kong, nem? Nagyon menő. És akkor ezt ki tudtam ölni. De azóta, mióta a lottó sorsás közelében vagyok, sokan, mint Lottós Levi hívnak. Lottós Levi. Erre most nem válaszolni, de ott vagyok, és imádom magát a műsort, a szerencse szombat adását, és azóta ez is a tippelős játékot, amit így vegyesen, egy mix formában szoktam használni, azt játszom, és abban most úgy vagyok, hogy abban sem nagyon nyerő, de azért ott az ember nyereget, meg van hasonló élménye van, de ott már próbálom, és ez megint a szülőktől való örökletes bármi. Apukám nagy totózó volt ő, és azt láttam, leült, szívta a cigit, és kitozza a sört, és akkor nézte a meccseket, eredményeket, nem tudom, akkor még népsport volt abban, az elemzéseket, melyik csapat, hogy van, edzőváltás, annak gyereke született, nem? Tehát ilyen nagyon kombinatív módon összetettem mindig a szelvényt, és akkor ilyen felült a robogójára, fiam, feladom a mai nyerőt. De ez egy ilyen, hogy az egy rituálé volt, egy olyan szeánsz, hogy öröm volt nézni. És mostában ezt csinálom én is. Nem egy összegér, mert az nagyon fontos, hogy ez maradjon játék. Ez volt a szlogen. De hogy tényleg hogy maradjon, és ami, ha élvezhető, akkor nem bán, nem zavar. Mint például tegnap is játszottam, bevallom, azt hiszem 4700 forintért, és az, hogy például ez a Nápoly, ami egy gyalázatos csapat mostanság. Érted? Hogy nem tudom, elmúlt 10 meccs lőtt összesen 6 gólt, most egy meccs előtt 6-ot. Én meg arra tettem, hogy 4,5-nél kevesebb, és úgy nyer. Erre lőttek 7-et a meccsen. De mivel 4700 forint volt a tét, ezért nem zavart. Ezért még élményszámba ment. Ha itt már 47 000-et tettem volna, vagy többet, akkor nagyon zavarna. Ugye most szerencsére ebben a folyamatban vagyok, kisfiam mindig is mondja, hogy apa, mixet, ezt le kéne tenni. De mondom, semmilyen más káros szenvedélyem nincs, kisfiam. Azt mondja, jó, de akkor meg kevésért játszom, és akkor így most játszunk kevésért, próbálom kombinálni, és így élvezetes. Úgyhogy ez megmaradt, ez a szenvedély, de most már kezelhető. Nem lépsz át határokat? Nem. Mi a helyzet Barcelonában? Van egy beteges kötődésed ehhez a városod és a csapathoz. Nagyon. Mi történt? 1987-ben volt. Winkler Gábor barátomnál, Pók utcai lakótelepen, a nagymamájánál ültem, rajtam a 80 olasz kötés mintából, azt hiszem a 37-es, amit Truckai Sanyi bácsi felesége
Terike vart nekem akkor, fiatalok emlékeznek, volt ilyen 80 olasz kötés, mint a, és a pulóvert megvart nekem Teri néni, és büszkén hordtam. Az más kérdés, hogy két mosás után kabát lett belőle, mert nem a legjobb minőségű vonalat használta, de abban a kötött pulóver, megvan a kép, abban a kötött pulóveremben, akkor még pulóver nem kabát, ültem és vártam a Gábort. Valahogy olyan csatornáik volt, hogy lehetett nézni például El Classicót. És ott ülök a Pók utcai lakótelepen a lakásban, és mondom, valahogy olyan előfizetésük volt, akkor nem tudom, hogy 87-et írtunk. Elég korainak tűnik. Volt ott az egy szülői ráhatás, na mindegy is, és ott volt előttem, amíg vártam rá, hogy nagymamájával ott nem tudom, mit csinált éppen, és bekapcsolták nekem, és ott volt egy Real Madrid-Barcelona összecsapás. 3-2-re nyert a Barcelona, úgyhogy Gary Lineker előtt 3-at. És az egy olyan hatás volt az életemben, hogy nem tudom miért, addig nyilván tudtam, van csapat, de annyira nem rajongtam érte, és onnan 87 óta datálódik az én barcelonai imádatom. Azóta már várost is, rengeteget voltam ott, szerepeltem a Kubala filmben, Magyarok a Barszáért filmben voltam, narráltam, és csodás élmények fűződnek, és fűznek Barcelonához, és nagyon várom, hogy elkészül most az új stadion, és mondtam a kisfiamnak, hogy ha elkészül, akkor megnézzük az új Camp Nou-t, és megyünk, és szurkolunk a csapatnak. És mennyire fontos és sorsszerű az életem, hogy emlékszem, volt olyan, hogy nagyon nem volt jó, a csapat nem nyert, és a kocsimon volt, tudjátok, az a háromszög kis zászló, amit a tükörrel szoktak akasztani, és annyira nem játszottunk jól, hogy kimentem a kocsiba, és méreg fel, mint egy dühös bika, oda mentem, hogy akkor letépem, mert nem lehet, hogy az csapatom így játszik, és kikaptunk, és le akartam tépni, és nem tudtam leszakítani, viszont itt elvágtam így végig az ujjam. És tiszta vér volt minden, és az meg nem szakadt le, és akkor éreztem, hogy ez ég ilyen. Nem lehet, ezt nem lehet elszakadni a csapattól, és a mai napig Barcelona szurkoló vagyok, a világ szerencse, hogy a kisfiam is az, mert egyszer, mikor ő kisebb volt, akkor megkérdezte viccből, mert ha apuka vicceskedik, akkor ő miért nem. Te apa! Igen. Mi lenne, ha teszem fel, én holnaptól Real Madrid szurkoló lennék? Kisfiam, fontos egyébként a gyerek kérdésére azonnal tudjunk válaszolni. Mikor mentünk a alsó rakparton, és kérdeztük, hogy mikor alszanak a hidak, akkor arra kellett, tehát mindig valamit kell válaszolni. Gyorsan, akkor az úgy jó. És itt is gyorsan válaszoltam, hogy az égvilágon semmi, kisfiam. Hát látod, hol alszik kint a játszint, ugye a kutya? Hát, az az új gyerek szoba, és tudod a zseppénz, mint van, igen. Hát az viszont nincs. Hús. Hát ez eltűnt. És akkor így ül, és azt mondja, figyelj apa, átgondoltam. Maradok inkább. Barcelona szurkoló. Úgyhogy így vagyunk vele, mert az fontos, szerintem, hogyha egy szülő valamelyik csapatnak szurkol, édesapám kispesti kötődésű volt, sőt, Honvédnak drukkolt, én is, hát azóta már az NB2-ben vagyunk, de nem baj. Most kell drukkolni. Nagyon várom, hogy például Jürgen Klopp a Honvédhoz jöjjön, és akkor van róla szó. Akkor van, ne szaladjunk el. Lehetesség. Úgyhogy így, tehát Barcelonában ez a kötődés, de mai napig, és nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sokat megyünk, ha tehetjük, akkor kimegyünk, csak mint a várost megnéz, de már szinte már úgy vagyunk ott, mint Pesten, tehát annyira jó kötődés. Amennyire én értem a te fogadásaidat, azért te úgy helyek közel követed ezt napi szinten, hogy ki mit játszik és mennyi, hány gólt. Abszolút. De szerencsejáték, tehát ez nem ezen múlik. Ez oké, értem. De akkor is föl kell tenni a kérdést, engem érdekel. Mit mondasz, hogy idén ugye lesz egy Európa-bajnokság? Labdarúgás. Konkrétan. Igen. Már kézi volt. Igen, de a focit kérdezem. Magyar labdarúgó válogatottnak mit csatolsz te? Ugye 3 meccsük lesz a csoportkörben. Hú, most az ilyen... Német, Svájc. Ne. Ilyen helyen elmondani, amit gondolok. Nem szeretném, mert ismerem a csapat csomó tagját, mert jobban vagyok régi nagy focistákkal, és szeretek mindenkit. Lesz 4. meccs, akkor lesz kérdezem. Szerintem nem. Én azt hiszem, és nem azért, mert mi nem vagyunk jók, hanem pont azért, mert az már egy olyan szűk közeg. Bár ennek ellenére azt mondom, hogy mint hogy itt is mondta egy kiváló sportújságíró barátom, nem mondom a nevét, például a szerbekelni 2 győzelem kapcsán, azt mondja, hogy erről ő azt gondolja, és tulajdonképpen ez lesz majd a válaszom is, és fogjátok érteni, hogy ha a szerbekkel játszunk 10 meccset, abban kb. 8-szor kikapunk. Az egy óriási isteni szerencse, hogy a 2 győzelem az most az EB selejtezőre szűkült. Tehát, hogyha itt most az EB-n úgy jön össze, mint hogy kijött ugye az osztrákok ellen is, annos milyen szép győzelem volt, hogy simán kijött, meg most már egyébként vagyunk úgy, tehát én hiszem azt, hogy vagyunk úgy,
hogy nem csak elhisszük, hogy nyerhetünk, hanem nyerünk is, meddig úgy általában, vagy talán el se hittük még régen, de most már elhiszünk, és ehhez azért jönnek olyan játékosok, akik hála az égnek szerencsére, mert nem csak a kispadot koptatják, hanem játszanak Bundesligában, hát most szóval, hogy Dominikon ne beszéljek, és a többiekről is, tehát hogy meghatározó részei a csapatoknak komoly elismert labdarúgó csapatoknál, és komoly ligákban. Tehát, hogy ilyen szempontból össze is jöhet. Nyilván milyenkor azt gondolom az a kérdés, hogy kivel, Svájc meg Németország. Hát igen. Most németeket is megvertük már most utóbbi pár évben. Tehát hogy simán, tehát itt már ezen a szinten, mint a teniszben, az első 50, az már bármikor megvereti a másikat. Hisz mindenki tud focizni. Hát itt, de most, tehát, hogy most már mi is. Tehát már nincs ilyen gond. Most már mi is tudunk focizni. Kivált kép összejön, csak valahogy én úgy érzem, hogy a nagy kontinens tornákon valahogy nem jön össze. A VB-ről ne is beszéljünk, de talán még megérjük, hogy kijutunk, és jó eredményt fogunk ott elérni. De itt az EB-n az a baj, hogy nagyon sok nagy csapat az EB kompatibilis, bár Brazília, Argentina és sorolhat, nem Uruguay, őket nem annyira, de azért itt az a baj, hogy nagyon sok a jó ország, jó csapata, úgyhogy lehet. De miért ne? Mindig azt mondom, hogy miért ne? Álljunk hozzá pozitívan. Fogsz fogadni rá? Igen, és most a foci VB kapcsán, ahol nyerhettem volna azt hiszem 8 millió forintot, az volt az egyetlen egy tétel, hogy Otamendi az argentinoktól a VB-n kapjon sárgalapot. Ugye olyat tettem, hogy Messi lőgolt, mindkét csapat lőgolt, azt is, hogy Bappé lőgolt, vagy kettőt, nem is tudom. Tehát minden ült, minden bejött. És az az egyetlen egy kellett hány volna. Hány téted, vagy hány téma? Azt hiszem négy fogadási téte volt. Az az egy kellett, hogy Otamendi kap sárgalapot. Most nem tudom, Lillának mondom meg azoknak, akik esetleg nem nézték. Kapott 11-est Franciaország rendes játékidőben. Úgyhogy egy játékost lerántottak a nyakánál fogva. Aki lerántotta a 16-oson belül, az Otamendi volt. És akkor lerántotta, és a bíró befújta a 11-est, akkor így felálltam. Piros. Az is jó nekem. Minden. Ja, neked az is. Sárga és piros, tök mindegy. És oda bíró, oda rohant, ott a Mendihez. Több ilyet ne lássak meg! De elfordult és befújt a 11-est. És ezt a Balázs tudja, és mindenki. 16-oson belül lerántásért 11-es, az 10-ből 11-szer sárga. Vagy kiállítás, mert ha utolsó. Hát már úgy, de ott nekem az is, mindegy. Tehát, jó, hogy, na lap. Tehát, hogy hát ott a Mendi büntető lapot kap ez. És pont most nem. És ilyenkor mindig elgondolkodom ezen, hogy ez megint egy sors, amire sokszor beszéltem az életem kapcsán, amikor utat mutat a jó Istenneket, hogy engedd ezt a hülyeséget. Vagy játszd úgy, ahogy most, hogy játéka. Játszom, ma is tettem, egy pár ezer forintért, és izgatottan várom, de nem vérverejtékesen, és nem nézegettem az eredményeket, hogy most lőttek, nem, mert nem izgat. Elmondom, mi izgat. Az izgat, hogy a mai napomat, ha este az ágy közelébe kerülök, le tudom-e úgy zárni, hogy ahogy szoktam mondani nálam, általában azok egy jó befejezett mondatok, ha mai napom jól sikerült, mert például ettem egy jót Lillával és Bazsival, motoroztam egy jót a városban, mert motorral vagyok, megöleltem a kisfiamat, találkoztam a szerelmemmel, Larával, este megnéztünk egy filmet, és összebújva bebújtunk az ágyba, vagy megittünk egy finom pohár bort, mert a nap végén szerintem csak ez számít. Minden más, mindenkinek, nekem is fel kell adni csekket, nekem is fáj a lábam, a futást, ezer bajom van nekem is, de hogy jó azt nekem észrevenni az életben, és az a legfontosabb most, hogy élvezetet csinálják mindent, amit már oly sokszor elmondtam. Tök mindegy, most tipmix, veletek fog beszélgetni mindent, és most eddig úgy áll a napom délután, hogy eddig minden patent. Egyébként szoktál így este lefekvés előtt számot vetni? Hogy jó volt, vagy sem? Igen, vagy így explicitát gondolni, mi az, ami ma jó volt? Igen, leginkább úgy, és utána másnap úgy alakítom, hogy örülök azoknak a részeknek, amiben részt veszek, és ami nem, azt úgy, ahogy van így, mint a medve a listáról, amikor kihúzza a nyulat, hogy ezt nem akarom megcsinálni. Nem, meg sok esetben sokszor belekényszerítettem magam ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, ilyen időviharba, ilyen programviharba, ide-oda rohan,
ide is elfutni, oda is ma is írtam Bazsnak, hogy és a picit késnék, mert akkor még beugrottam volna ide-oda, és tök jogosan rám írt 3 ponttal a végén, tehát megbeszéltük, hogy ekkor, és tök jogos. Ekkor, és amit be akartam mégis, suvickon, még ezt még, azt majd... Becsületedre váljék, hogy tartottad, amit ígértek. Az vagy holnap, semmire nem maradunk le. Mert amikor azt gondoljuk, hogy mi történik, az égvilágon semmi. Klasszikus, mit fog szólni az emberek, senkem szól sem. Te éled az életed, és éld úgy, ahogy tényleg szeretnéd. És az a jó, hogy most abban a stádiumban vagyok, hogy úgy élem. Azt nem tudom, mi lesz majd 10 év múlva, de úgy élem, hogy szeretettel és örömmel. És ez a legjobb, és a legfontosabb. Innen lesz, Levi. Mi lenne? Hát legyen így. Magamnak, nektek, mindenkinek azt kívánom, hogy legyen így. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én azt hiszem, hogy nagyon tartalmas volt, és a magunk nevében. Nagyon jó. Bátran mi azt nagyon mondhatom, hogy magunkat. Mi nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük, hogy eljöttél. Én is. És nektek meg köszönjük, hogy megnéztek köszönjük és szépen. Meghallgattok bennünket. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül.